Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. És folytatódik az animációs évadunk, az utolsó előtti adásnál járunk, ha jól számolom, már igen-igen közel van az évad vége, és 2014-ben érkeztünk el, egészen közelmúltbeli filmet tekintettük meg a legutóbbi alkalommal, ezzel az alkalommal, ez pedig a Song of the Sea, a Cartoon Saloon Studio animációs filmje, és az adáshoz természetesen vendéget is hívtunk, nem lehetett más az adásunk vendége, mint Herceg Zsófi. Szia Zsófi! Sziasztok! Bevallom őszintén, nem sokat fogok tudni ebben az adásban beszélni, mert most már jó 3 hete láttam ezt a filmet szerintem, és kevés időm volt felkészülni, bocsánat, hogy a hangom is biztos halljátok, hogy nem az megszokott, egy kicsit elfoglalt voltam az utóbbi időben, és egyébként a nap legény búcsú voltam, és pláne nem volt semmi időm itt az adásra készülődni, de azért röviden szerintem akkor kezdjük azzal, hogy pár mondatban mondjátok el, hogy ti mikor láttátok a Song of the Sea-t, aztán beszéljünk arról, hogy, hogy mit tudtatok róla, miért megnéztétek, milyen elvárásokkal néztétek, és hogy tetszett. Aztán majd akkor kifejthetjük azt is, hogy mi ez a film, milyen stúdiótól származik, ki a rendezője, és mit érdemes róla tudni. Aztán belemeltünk az elemzésébe is, jó? Tök jó. Akkor kezdem én. Aha. Na, ezen pont gondolkodtam, mert én nagyon későn láttam. Emlékszem, amikor mozikba volt, de a plakáton azt lettem, hogy gyerekek, meg varázslények, és akkor elmondom, ez nem nekem való. Amúgy nincs bajom a gyerektartalommal, csak nem tudok vele mit kezdeni nagyon sokszor, és nehéz, tudjátok, amikor így felnőttként jobban megérint egy olyan kommerszebb animáció, az nagyon kevés van. Uh-huh. Ugye fel szokták emlegetni nagyon, hogy az mennyire sírós. Na mindegy, és ezért én csak akkor néztem meg pár éve, amikor a Cartoon Salonról hallottam, és belemélyedtem ott a munkásságukba, és hát öltem volna, hogy lássam moziban, aztán végre behozták moziba újra, mert hogy akkor a sikere volt, és akkor megnéztem megint Nagyvászon először. Ú, de jó. És gyönyörű, és olyan jó, hogy nem szinkronizálva adták, hanem feliratosan, mert csodálatos az ír, ír akcentus. Wow. Moziban ez nem lehet semmi. Igen, magyarul a film címe Tengerdala, ezt kifelejtettem. És amúgy készült hozzá szinkron is. Igen. Nem tudom, hogy az mi módon mutatta be, vagy esetleg DVD-nél jelent-e meg, de a port.hu-n lehet látni a szinkron színészek nevét is. Akkor lehet, hogy úgy került eredetileg moziba, és csak a... Na mindegy, én feliratosan láttam. Aha, tök jó. Az mondjuk nagyon jó, hogy ment úgy is. Az biztos, hogy nagyon-nagyon jó. Eredetileg egyébként ez egy ír film, mert erről fogunk beszélni, és ír színészek főként a hangok is. András, te a filmet az adás kedvéért nézted meg, vagy már korábban ismerted? Nem, én most láttam először. Emlékszem, amikor kijött ez a film, hogy eléggé nagy kört futott, és már abból a szempontból, hogy azért ez tette fel a térképre a Cartoon Saloont is, Oscar-díjra jelölték, és azért sokat cikkeztek róla akkor, hogy igen, van ez a 2D animációs, gyönyörű szép film, ami ír folklórból táplálkozik, és hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon szép, szóval, hogy láttam így a plakátját, meg így előttem volt így a képi világa, és úgy érdekesnek tűnt, de én sem néztem meg akkor. Nem tudom miért, valahogy még csak azt sem mondom, hogy nem volt semmilyen a verzióm így a animációval szemben, vagy a nem tudom, nem, ez nem az az időszak volt, amikor mit tudom én mondjuk pont nem néztem a Pixar filmeket, vagy nem néztem a
az ilyen mainstream animációsokat, meg a kevésbé mainstreameket se. Szóval érdekesnek tűnt, de egy picit talán hasonlóan voltam vele, mint a Zsófi, hogy úgy éreztem, hogy biztos nagyon szép, de hogy úgy a története, úgy a világa annyira talán nem vonz, mert hogy ez egy ilyen kedves mesének tűnik, nagyon szépen megvalósítva, és hogy valamiért nem mozott annyira, hogy lássam. És aztán amikor kijött 2020-ban a Wolfwalkers, akkor azt megnéztem, azt sem moziba sajnos, azt is csak itthon, de azt kifejezetten élveztem, beszéltünk ott róla utána talán még az évőszegző adásunkban is, hogy biztos, hogy valamelyik adásban vagy akkor, vagy az Oscarosban szóba került, és hogy ez egy kifejezetten pozitív élmény volt, és így azt éreztem, hogy fú, igen, ez nem csak annyiról szól ez a Cartoon Saloon dolog, hogy ú, igen, szép, hanem hogy nagyon izgalmasan kreatív a puszta szépségén túlmenően az, ahogy ők az animációt alkalmazzák, és hogy mellette a szereplők meg a történet is egy nagyon kis kedves és nagyon könnyen követhető, szerethető, jó kis érzelmi húrokat pengető módon ad hozzá ehhez az élményhez, és hogy nekem nem volt olyan akkora nagy élmény mondjuk a Wolfwalkers, hogy így rajongjak érte, de hogy kifejezetten tetszett, és emiatt például most így tökre vártam azt, hogy jó, akkor bepótoljam a Song of the Sea-t, és így elvárások szintjén már körülbelül tudtam, hogy akkor hova kell majd belőnöm, és így nagyjából azt is kaptam tőle, tehát hogy tényleg egy szemegyönyörködtető, lenyűgöző, nagyon szép, és most a szépnek az ilyen megható értelmében is egy szép ilyen családi történetet mesél el, nagyon könnyű vele menni, megint csak nem feltétlenül vágott annyira melbe mondjuk érzelmileg. De hát nem sírtál rajta? Érdekes módon nem, de egyrészt az annak is köszönhető, hogy így itthon néztem, és így több részletben, mert egyszerűen olyan sűrűhetem volt, hogy nem tudtam úgy rendesen nekiülni, meg laptopon néztem, meg közben már kicsit félig így ugye próbáltam utána olvasni, szóval, hogy nem én is... Én meg úgy is írtam rajta, hogy alig figyeltem oda, meg izé fáradt voltam. Ó, értem, akkor ez sem mentség. Akkor csak azt tudom mondani, hogy így kiszáradtak a könyvcsatornáim az elmúlt pár hónapban, és... így jártam. De egy érdekes, mert hogy egy-két ilyen Letterboxdos review-ban meg kritikában párhuzamba állították, majd lehet, hogy erről is fogunk tudni beszélni a Ghibli stúdióval, meg főleg a Kaguya hercegnő történetével, és hogy szerintem is van valamennyi hasonlóság így, ha más nem így hangulatba vagy atmoszférába. És hogy az meg nagyon megrékatott, szóval igazából nem tudom, hogy ez miért nem, de nem gondolom azt, hogy emiatt úgy nem tudom, kevésbé szeretném, csak inkább most így ez az ilyen, nem tudom, a podcastelő, elismerő, nem tudom, nézőpontjából néztem, és kevésbé úgy, hogy akkor én most nagyon... Bele tudok merülni ennek a filmnek a világába, és ezért is sajnálom, hogy nem moziba láttam, mert jó, te is mondtad, hogy nem kell a mozi ahhoz, hogy elvarázsoljon ez a film, de azért nekem biztos, hogy sokat hozzátett volna pluszba még. Hogy mert egyszerűen... gyönyörű a zenéje is, bocs, hogy beszélt, csak hogy nyugodtan. Annyi mindent hozzáad a mozi, és mondjuk nem a BM mozi, vagy az A plusz, hanem igen. Valami rendes. Jobb hangtechnikával felszerelt mozi, hogy elképesztő. Uh-huh. Úgyhogy egyébként a felújított filmeket is érdemes megnézni moziban, mert totál új élmény. Abszolút, ezt teljes mértékben egyetértek. És te, Péter, neked hogy sikerült a szintén eléggé sűrű időszakodba bele tenni ezt a filmet hetekkel ezelőtt, ahogy mondtad? Igen, hát sajnos nekem sem volt ideális minden körülmény, már abból kifakadóan is, hogy én sem moziba láttam, mert megérdemelte volna ez a film. De én is itthon néztem meg, viszont egyben. Nem, én is két részletben, bocsánat, úgyhogy nekem se ideális sem a körülmény, így is azért sikerült meghatni a filmnek, de mindenképpen úgy éreztem rögtön, hogy véget ért, hogy ráfér az újra nézés, mert ezt tényleg sokkal nagyobb hatással lehetne, nem, hogyha így a teljes
immerzió megtörténhetne, például Kati, aki velem nézte, és úgy, hogy az időközben így kibejárkált papázni, amit tudom én, ő sokkal jobban hatása alá került így is. Hmm. Hát majd, ha a gyerekek nagyobbak lesznek, és ők is hasonlóan kicsit ilyen féltékeny, agresszív viszonyban lesznek, akkor, akkor Misinek tanító jellegű is lehet. Igen, igen, igen. Egyébként ezek a dolgok szerintem itt szülőként nekem mint szóval, hogy még inkább működnek, hogyha tehát minden, ami gyerekekkel kapcsolatos, vagy gyerekek veszélybe kerülésével kapcsolatos, ezek most nekem még inkább hatnak, mint bármikor korábban. Úgyhogy ezt hallottam más apukáktól is, hogy ilyenkor nem néznek olyan filmet, amiben a gyerekkel bármi rossz hát történik. Igen, azt én is hallottam ilyet, hogy valaki teljesen kerüli az ilyesmit. Gati is azt mondta, hogy inkább nem nézni újra ezt a filmet. Én ehhez képest egy kicsit edzettem vagyok, de tényleg meg tud terhelni. Na mindenesetre nagyon örülök, hogy megnéztem, mert én is a Wolfwalkers-szel kezdtem az ismerkedést a Cartoon Saloon-nal, de most már így végre megjött hozzá az étvágyam. És biztos, hogy be fogom fejezni valamikor ezt az ír folk trilógiát, amelyet annak idején elkezdtek a Kells titkával, mert hamarosan erről is beszéltünk, hogy ez hogy is néz ki pontosan. De a Kells titkát egyikötök sem látta? Nem. Úgyhogy bele is csapatunk rögtön, gyorsan egy összefoglaló szerintem nem ártana magáról a tengerdaláról, és akkor utána arról, hogy mi ez az ír folklór trilógia, amiről itt említést tettem. Tehát a tengerdal, ahú, ki szeretné összefoglalni a cselekmény, az, aki frissebben látta. Én szívesen. Ugye a tengerdal az egy ilyen egy családtörténet, ami ugye tényleg, ahogy mondtuk korábban, az ír folklórnak a hagyományába ágyazódik bele, és hát napjainkban, vagy legalábbis modern korban játszódik. Egy világító toronynak az őre, vagy hát egy világító toronynak a kezelője és az ő családjának a története. Connornak hívják ezt a férfit, és az ő felesége Bronna, és nekik van egy gyerekük, ő a filmnek a főszereplője, a film elején még egy kisfiú, vagy egészen pici, és amikor találkozunk velük, akkor az anyuka terhes a Bennek a kis testvérével. Viszont amikor megszületik ez a kis testvér, akit Szérsának hívnak, akkor eltűnik az anyuka. És pontosan nem tudjuk, hogy ez hogyan, de kikerül a családnak az életéből, és ez ugye megtöri a családi idillt. És aztán ugrunk egy picit az időben, amikor már a Szérsa is nagyobb bacska valamivel, és Ben is már egy picit idősebb, és igazából az ő kettőjüknek a történetét fogjuk látni, amikor is kiderül, hogy Bennek az anyukája, illetve valószínűleg maga Szírsa is valójában az ír folklór teremtményeknek az egyike. Ez az, amit az a Selki nevű teremtmény. Így van, ami ilyen félig fóka lény, tehát hogy félig vízben élő, gyakorlatilag ilyen idézőben ilyen hableány, de hogy annak ugye egy ilyen speciális állatiasabb írváltozata. Igen, tehát állattá változik, és úgy úszkál a vízben. És akkor szép apránként a Ben megismeri ennek az egész kis világnak a szabályrendszerét, és azt, hogy miért kezd el betegeskedni a kishuga, és lesz egy küldetése, hogy őt megpróbálja megmenteni, ami ugye azért érdekes, mert a film elején kifejezetten nem kedveli a kis testvérét, aki csak egy púpa hátán, ráadásul hát őt okolja azért is, hogy az anyjuk nincs velük. Szóval, hogy a filmnek az elején még kifejezetten így fasírba vannak, és hát aztán ahogy haladunk előre, úgy közelednek egymáshoz, és úgy próbál igazából a Ben, a főszereplő segíteni a kis testvérén, és hát megmenteni az életét, vagy hát elérni azt, hogy elénekelje ezt a címben is szereplő a tenger dalát, mert hogy hát különböző ilyen népmesei elemeknek kell összeállni ahhoz, hogy
hogy a testvére jól legyen, és akkor közben találkoznak különböző ilyen idegen tündérlényekkel, akik segítik az útjukat, vagy olyannal, akik éppen gátolni próbálják. Ezek egy kicsit összemosódnak a család többi tagjával, és mindeközben egyébként a Szirsa, a kislány, ő nem beszél. Tehát, hogy ő végig néma. És igen, igazából így járunk végig egy ilyen kalandot, ahol a két gyerek elkerül az apukájától, és aztán megtesz egy nagy utat így egyrészt földrajzilag is, így Írországon keresztül, ugye ha nem hangsúlyoztuk volna, de hogy ez ténylegesen nem csak az ír folklórról szól, hanem Írországban is játszódik, és ott az írvidéken kalandoznak végig, ott találkoznak különböző lényekkel, és akkor így a végén pedig sikerül megtörni ezt az átkot, vagy hát bevégezni az ő saját céljukat és küldetésüket, és közben közelebb is kerülni egymáshoz. Talán így lehet így összefoglalni, ez egy ilyen másfél órás film, és igazából egyrészt ilyen viszonylag egyenes vonalú, mert tényleg a szereplők elkerülnek egyik helyről a másikra, aztán onnan visszamennek az otthonukba, de közben ilyen nagyon sok kanyart tesznek, és tényleg sokféle figurával találkoznak így az utazásaik során, ilyen új információkat szereznek, szóval a cselekmény az elég, ha nem is szerteágazó, de hogy ilyen kis csalinkázós. És ami a fix, az, hogy tényleg itt van ez a két gyerek, a két testvér, és az ő kapcsolatuknak a változásai az, ami tényleg így az érzelmi magja filmnek, persze rajtuk keresztül azért az is, hogy a család többi tagja hogyan élte meg így az anyukának az elvesztését, de ők vannak végig fókuszban, meg a kutyájuk, akit még nem említettem, pedig hát ha van kutya, akkor őt mindenképpen említeni kell. Igen, Q, vagy mi a neve? Igen. Valahogy így mondják, hogy igen. Igen. Ami az ír nyelven kutyát jelent, szóval fantáziadús név, de... Jó, mielőtt belemegyünk abba, hogy hogyan jött létre ez a film, mi ez a mögött álló stúdió, és mi ez az ír folklór trilógia, amiről itt beszéltünk. Aha. Azelőtt gyorsan egy kis bejelentés. Aki esetleg hallotta az előző külön epizódot, amiben egy percben elmondtam, az már tudja, miről van szó. Egy kicsi kiegészítéssel, kicsi plusz információval azért szolgálhatok. Úgyhogy ne tekerjétek át. A Vakfolt idén is moziba megy, vagyis meg fogunk nézni közösen a kedves hallgatóinkkal egy filmet, és még kaphatóak a jegyek, még nagyjából a terem fele rátok vár, hogy betelítsétek. Május 26-án pénteken, pont a pünkösdi hétvége péntekén, tehát a hosszú hétvége első napján 7:30-tól a Premier Kult Caféban, a Baross tér környékén van a helyszín. Fogjuk megnézni a taxisofőr Martin Scorsese-től, mert ő, vagyis Martin Scorsese nyerte meg idén a March Madness játékunkat a Vakfolt Podcast társalgóban, ami a évente megrendezendő egy hónapos ilyen versengés filmes témában. Szóval Martin Scorsese nyert, ezért egy kultikus filmet megnézünk őtőle, ez a taxisofőr. Körülbelül egy óránk lesz a film után beszélgetni Andrással a közönség előtt, ha hajlandók vagytok maradni és meghallgatni bennünket. Úgyhogy tartsatok velünk mindenképpen a taxisofőr vetítésére, jegyeket pedig a vakfoltpodcast.hu/mozi23 oldalon lehet vásárolni. Úgyhogy ezt a weboldalt keresétek fel, és tudtok magatoknak viszonylag olcsón jegyet vásárolni. Úgy áraztam be, hogy szerintem, hogy mondjam, nem a piaci áron vannak a jegyeknek. Ezen kívül pedig ezen a napon, a vetítés napján, illetve estéjén a hallgatóink először fognak találkozni egy újdonsággal, amiről a támogatóink a Patronon már tudnak egyébként, ez pedig az, hogy egy arculatváltás várható a Vakfolt Podcast életében. Minden megjelenésünk, a weboldalunk is, a közösségi média beli megjelenéseink is új arculatot fognak kapni, kapunk egy új logót, egy új grafikát, és ehhez meg fogja határozni mostantól kicsit a külalakunkat, még így mindenhol meg fog jelenni ez az új kinézet, és annyira jó sikerült szerintünk ez a kis grafika, hogy ehhez kapcsolódóan szeretnénk készülni apróságokkal, amiket majd megtekinthettek, esetleg meg is vásárolhattok
a mozizáson. Szóval egyelőre ennyit árulunk el. Ha támogatóink vagytok, akkor már tudjátok, hogy hogy néz ki ez az arculatváltás. A többieknek a moziteremben kell majd megtudniuk, hogy ez hogy néz ki, és aztán a rákövetkező napokban mindenhol látni fogjátok majd a változást. Előre akkor ennyit, tehát még egyszer a vakfoltpodcast.hu/mozi23, tehát mozi 2-3 weboldalon tudjátok a jegyeket megvásárolni. Uh-huh. vakfoltpodcast.hu/mozi23. És akkor visszatérhetünk az adáshoz, beszéljünk egy picit a rendezőről, Tom Moore-ról, meg a Cartoon Saloon-ról. Uh-huh. Ki szeretné ezt kezdeni, ezt pont a témát? Két évvel ezelőtt a Kafra írtam egy rövid összefoglalót, mert hogy 19-ben voltak 20 évesek, szóval azt én így előkaptam, azt a Kaf magazint, úgyhogy én szerintem nagyon pontosan össze tudom foglalni ezt a stúdiót. Szuper! A Cartoon Saloon stúdiót ezt 99-ben alapították hárman, a Tom Moore, a Nora Tomei és egy Paul Young nevű alkotó, akik az az izgi, hogy ők a Don Bluth, tehát aki az Anasztáziát rendezte, annak egy írországi animációs stúdiójában találkoztak, még ilyen nagyon kora 20 évesen, és ott ismerték meg egymást, és azt hiszem ez a Suli Kilkenny-ben volt, és ezért maradtak ott, tehát hogy Írországban, a Kilkenny városában alapították ezt a stúdiót. És egyébként az az izgi info még, hogy van magyar animátor, aki náluk dolgozik. Bizony. Bár most nem emlékszem a nevére, de azt tudom, hogy a Metun tanult. Szabó János. Igen? Én egy lányról tudok. Ja, akkor ez csak az IMDb-n az egyetlen magyar név, ami feltűnt, de... Akkor lehet, hogy több is van. De hogy... Sőt, ugye a Kesztitka az a Kecskemét film stúdiójában készült nagy részt, bérmunkában, szóval azon aztán nagyon sok magyar dolgozott. De erről majd később. Na, hogy 99-ben alapították, és ugye akkor volt a 3D-nek a felfutása, ugye a 95-ös Toy Story után mindenki azt akart csinálni, és ők pont... ők a nehezebb utat választották, mert nem a 3D hullámra feküdtek rá, hanem a hagyományos 2D-nél maradtak, ami nyilván gyártásilag is, meg pénzben is azért más kategória, mint egy 3D, és elég durva, hogy mind a három filmjük, vagy hát ez az ír folklore trilógia, mint három filmek kézirajzzal készült. Erről amúgy nagyon jó videók is vannak YouTube-on, hogyha mondjuk megnézitek a Wolf Walkers-t, akkor ott vannak a ceruzanyomok a háttéren, meg a tengertalában is csomószor vízfestékkel festették a hátteret, és látszik az a tervezhetetlensége a vízfestéknek, hogy hogyan folyik szét a papíron. Úgyhogy ez nagyon egyedivé teszi ebben a mai 3D uralt világban. Igen, és akkor az legelső filmjük az a 2009-es Kesztitka volt, ami a 9. században megírt Kelsey Codexnek a történetét dolgozza fel, és az is már Oscar jelölt volt egyébként, szóval szerintem az volt, ami felrakta őket a térképre. Igen. Már csak azért is, mert nagyon... tehát mindhárom film, az nem csak történetében az ír folklórból merít, hanem látványában is nagyon sok hasonlóság, vagy hát ihletet merítenek, és a három film így is összefügg látványilag. És az még egy fontos infó, hogy a Kesztitka, ahogy már említettem, a Kecskemét film stúdiójában gyártották a nagy részét, és azért Magyarországhoz fordult, vagy Magyarországra jött Tom Moore, mert látta a magyar népmeséket, és a magyar népmeséknek ugye minden egyes epizódja egy adott helynek a népmeséit dolgozza fel, és a vizualitásban is az adott helynek a hagyományait
követi. És ez volt, tehát ezt tűzte ki Tom Moore, vagy Tom Moore-ék stúdiója célul, hogy ugyanezt szeretnék, csak az ír mond a világgal, és kultúrkincsel. Úgyhogy így megvolt a közös hang, és akkor így gyártódott a Kecskemét Film stúdiójában. Nem koprodukció volt, mert nem volt benne magyar pénz, de ide hozták gyártani. Aztán sajnos a későbbi két filmet már nem, de ez is nagyon menő volt. Nagyon, igen. Nagyon felvitte utána az Isten a dolgukat, mert szerintem most már saját rajzolókkal dolgoznak, tehát a stúdiót sikerült akkor a létszámúra bővíteni, hogy már egy rendes cégként működik a Cartoon Salon több száz emberrel, vagy minimum több mint 60 emberrel, nem tudom pontosan hányan dolgoznak ott, és most már spin-off voltak, és egy kisebb stúdiót, ami meg kifejezetten ilyen bérmunkákkal foglalkozik, tehát a Cartoon Salon tényleg dedikáltan megmarad a saját művészeti projektjeiknek, nem csak Tom Moore rendezott filmeket, hanem mások is. Igen, a Nora Tvométól volt például a Kenyérkereső nálunk moziban, ami egy afgán kislányról szól, és az a film is azért elég hát durva, mert az ottani háborúk, meg hogy a kislány fiúnak költözik be, hogy segítsen a családjának, szóval ott is vannak ilyen hagyományostól eltérő narratívek. Ja, az is terítéken volt az a film is, hogy azt nézzük meg esetleg. Aztán igazából szerintem így az ír folklór trilógiának a meghatározó szerepe, az egy döntő érv volt, hogy foglalkozunk ebből a három filmből az egyikkel. Másrészt meg a Breadwinner az talán túlságosan is új, a fenn tudja, de úgyis hasonlított hozzá igazából a témájában hasonló filmen már foglalkoztunk idén, szóval gondoltam, hogy jobb lenne kicsit a diverzitásban úgy rámenni, hogy a témát válaszunk más miatt. És amúgy, ha megfigyelitek, beírját a Google keresőbe, hogy a Secret of Cass, meg a Song of the Sea, és Wolf Walkers, akkor a posztereiket, ha megnézitek, meg amúgy a filmeket is, a Cass titkát a zöld szín uralja, a tenger dalát ez a kékes-fehér, és a Wolf Walkers meg ez a narancsárga, ami kiadja az ír zászlót is. Szóval nem tudom, hogy ez tervezett volt-e. De ez jó kis trivia. Igen. És egyébként azt hiszem, hogy maga Tom Moore csinálja a posztert. Igen. Az egyik interjúban legalábbis azt mondta, hogy a Wolf Walkers akkor még csak képen készülőben volt, és azt mondta, hogy már kész van a film, már csak a posztert rajzolom. Ugyanítom, hogy tényleg úgy csinálta azokat. De ez tök jó. Nagyon-nagyon tetszik. Hát teljesen más, mint egy amerikai nagy stúdióban. Ott a rendező személye nem is számít, úgyhogy itt Európában meg azért a rendező az szerző maga is. Igen. Ez, hogy a Wolf Walkers az már... Azért nem is láttuk azt moziban, András, mert nem is láthattuk szerintem, mert az magyarul csak streamingen jött ki. Meg a Kafon volt. A Kafon, hát jó. Akkor jó, akkor arra teljesen nem maradtam, de tök jó, hogy mondod, köszi. Erre jobban oda kell figyelnünk ezentúl. Mindenesetre az is egy bizonyítéka, hogy jól megy a stúdiónak, legalábbis elismerések tekintetében, hogy egy streaming szolgáltató megvásárolta a Wolf Walkers-t, és gondolom finanszírozta is ezáltal. Tehát és így aztán tulajdonképpen lehet, hogy ez a legtöbb emberhez elérő a rajzfilmjük, a Wolf Walkers. Nem, kijött az az apám sárkánya, vagy mi a Netflixen, amit a Nora Tvomé rendezett talán? Tehát azt én még nem láttam, meg az kicsit kommerszebbnek tűnik látványban, aha, meg sztoriban is. Uh-huh. Ezt nem is tudtam. De jó, hogy azt mondod, mert ezt megnézem. Ne szinkronnal, mert az viszont az letölthető szinkronnal, mert hát nyilván Netflixen nézi mindenki. Ja. És hát igen, a Mára Kelsz titka is Oscar-járól is kapott, aztán ez a mai adásunk témája, a tengerdala is, és azt hiszem a Wolf Walkers is, ugye? Igen. Na, minden három alkalommal kikapottam, és szerintem egy... Igen, úgyhogy ők mondták, hogy nekik már a jelölés, tehát gondolták, hogy nem fognak nyerni, és hogy nekik már a jelölés volt maga a díj. Igen, beszéltünk egy picit arról, hogy mik ellen vesztett, szerintem. Az biztos, hogy jön magában díj számukra, hogy ez akkor tehát ez tényleg ráteszi a térképre egy Oscar jelölés. Európai animációs stúdiója. Igen,
és hogy ez a finanszírozásokat, meg egyáltalán az, hogy milyen munkákat tudnak csinálni, mennyire tudnak önállóan működni, ez nagyban befolyásolja az, hogy volt egy Oscar, egy vagy több Oscar jelölésük, szóval tényleg rengeteget számít az ő karrierjükben. Tehát azért nagyon-nagyon nem semmi az, hogy tényleg ők hárman így összefogtak, nagyjából a semmiből, és megalapítottak egy animációs stúdiót, ami annyira önálló lábon áll, hogy nem is kell bérmunkát vállalniuk már. Igen, mert ez az az érdekes, hogy pont az Oscar jelölésük után igazából volt egy olyan időszak, amikor, igen, amikor anyagilag egy kicsit rázósabb volt a Cartoon Saloon-nak az időszakat, hogy ilyen személyi kölcsönöket kellett fölvenni, hogy fent tudják tartani a stúdiót, és akkor is körülbelül olyan 40-50-60 ember volt, aki dolgozott ott a cégnél, vagyis hát azt írják itt az egy cikkben, hogy jelenleg, és ez 2015-ös cikk, 2015 nyarán jelent meg egy interjú a Paul Young-gal, és akkor írják azt, hogy akkor 43-an dolgoztak a cégnél, viszont ez még akár több mint 70 főre is megnő itt ez alatt az év alatt. Tehát, hogy volt egyrészt egy ilyen terjeszkedés, vagy egy ilyen bővülés, viszont ezzel párhuzamosan meg ott belefutottak abba, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy ők továbbra is ugyanazzal a technikával szeretnének dolgozni, mint eddig, az mennyire kompatibilis azzal, hogy egyébként milyen költségeket kell kifizetniük, és akkor volt egy ilyen, ha jól tudom, akkor emiatt volt egy ilyen lejtmenet, vagy egy ilyen kérdés, hogy akkor hogyan tudják ezt így összeegyeztetni. Igen. Egyébként most már a Wikipedia szerint 300 alkalmazottjuk van összesen. Wow. Ez a pár év alatt ennyire kibővültek. Nagyon durva. Szerintem azért ez a Netflix deal, meg az Apple TV Plus deal, ez eléggé megdobhatta a tökélyüket. Jó. Az Oscarokat akartam gyorsan megmutatni. Persze. Nektek, hogy nézzük meg, hogy mik ellen veszítettek. Ez szerintem egy érdekes téma. Jó? Persze. És akkor kezdjük a Kelz titkával. Abban az évben nem fogjátok kitalálni, milyen filmek voltak a versenyben. A Princess and the Frog, vagyis a Huának mi a magyar címe? Ez a Hercegnő és a béka. És a Fantasztikus Róka úr, a Wes Andersontól, valamint a Coraline Henry Seligtől, és az Up Pete Doktortól, vagyis a Pixar stúdiótól. Úgyhogy azt már tudjuk, hogy ki nyert, mert a Coraline-nal nem olyan rég foglalkoztunk, és akkor is szomorkodtunk, hogy az Up orosztal előtt. Szerintem nem, ugye én szomorkodtam, nem tudom, ez mennyire konszenzusos, de szerintem a Coraline és a Secret of Kells, a Coraline biztos jobban megérdemelte volna, a Secret of Kells nem láttam. Akkor? A tengerdala alapján azt mondanám, hogy akár lehet is, hogy a Secret of Kells is inkább megérdemelte volna, de ez egy nagyon nagy esély volt, erről akkor beszéltünk, hogy itt hogy több olyan film is készült, ami hagyományos technikával versengett mondjuk az egyedüli 3D-s CGI animáció az Apple szemben, tehát itt gyakorlatilag mindegyik valami olyan kézműves film volt, ami az underdog, tehát ebből a hátrányból indul, úgymond, hogy nem a populáris mainstream 3D animáció műfajában indul. És kb. Az utolsó ilyen nagy év volt, ahol ekkorát tudtak gurítani szerintem a hagyományos animátorok. És akkor a Song of the Sea éve, tehát a mostani filmünk éve, az úgy nézett ki, hogy volt a Box Trolls, azt hiszem az is Laika, tehát ez így megint sikerült egyszerre kijönniük egy Laika stúdió filmmel. Tök jó. Hát mindkettő kevés filmet gyárt, de az kurva jó. Igen, igen. És a How to Train Your Dragon, így neveld a sárkányodnak második része is ebben az évben versenget, és azt se nyert, és a Andrással egy óriási kedvencünk a Kaguya hercegnő, és ebben az évben indult az Isao, vagy hát a Takahata Isao-nak a filmje, szintén kézzel rajzolt animáció, és ezt is természetesen a 3D animációs CGI mese nyerte meg, a Disney égisze alatt a Big Hero 6. Tök szuper film, de se a Kaguyát, se a Box Trollst, se a tengerdalát nem veri. Igen. De hát igen, ez a Disney, hogy egyszerűen olyan marketing gépezetük van, meg hát annyira bejáratott név, hogy ha egy található filmet csinálnak, akkor gyakorlatilag automatikusan nővő, őnekik gurítják oda az animációs Oscar-díjat. Hát meg már Pixar-t is ők
tehát megvették, szóval igen, itt gyakorlatilag igen, melyik Disney film kap idén Oscart. Okay. Igen, 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 és amikor, igen, tehát hogy általában az, hogy azért tényleg itt tudnak lenni ezek a különlegesebb animációs technológiával készült filmek is, illetve azért az utóbbi időben most már viszonylag gyakori az, hogy legalább egy ázsiai film, tehát egy anime is beszokott kerülni, vagy hát viszonylag gyakran beszokott kerülni, igen, így a legjobb animációs film jelöltjei meg közé, de hogy általában, mondjad, bocsánat? Hogy ez megvan, ez a leosztás, hogy egy keleti, igen, egy európai, és a többi akkor valami amerikai. Igen, igen, esetleg egy felnőtt, vagy hát egy, tehát egy olyan film, ami mondjuk valami felnőtt témát dolgoz föl, ja, és aztán nyer valami más, vagyis hát nyer a Pixar vagy a Disney, és ugye ami kivétel volt az utóbbi években, az pont mondjuk a Spider-Man Into the Spider-Verse, ami ugye úgy nyert, hogy az a Sony, ugye? Uh-huh. Az a Sony-nak az animációs filmje, és hogy azért ott is volt legalább egy Hihetetlen család 2, tehát hogy nyerhetett volna ott is a Pixar, de hogy az egy ilyen, az egy ott dominálta a köztudatot. Hát de az nagyon erős volt, igen, tehát ott technikailag is, meg sztoriban is, tehát hogy az tényleg minden szempontból kiemelkedett, meg újító is volt. És azóta ezt is elkezdték utánozni, ezt a sokféle technika, vagy stílus keveredését. Igen. 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 Tényleg. Igen. Meg hát idén most a Guillermo del Toro-nak a Pinocchio-ja, az nem tudom, hogy melyik stúdiónál jött ki. Az már maga Netflix gyártotta. Az már Netflix-es volt. Nem tudom. Igen, igen. Zsófi, te hogy tudod? Szerintem is Netflix, de hogy Guillermo del Toro azt csinál, amit akar, szóval. Igen. Már nincsen kontroll, hogy igen, ezt nem lehet. Ja, ja, de hogy kb. Ezek a kivételek, meg még a Rango volt még a 2010-es évek elején, de tényleg a... Az nyert? Igen, igen. Igen, de durva. Az nyert a... De abban az évben például a Kung Fu Panda 2, meg a Puss in the Boots volt... Nem is nagyon volt Disney? Nem, valahogy kimaradt akkor a Disney, meg a Pixar is, szóval... Szóval ez egy magyarázat, de egyébként, ha megyünk vissza, 2006-ban a Happy Feet megint egy kivétel, előtte a Wallace és Gromit film. Tehát évtizedenként kb. Max 3. Igen, igen, meg 2002-ben az nem akkor volt, nem, hanem 2001-ben. Igen, 2001 volt a Shrek, 2002 a Chihiro Szellemországban, és onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan Pixar és Disney egy-egy ilyen kivétellel. Ja, igen. És akkor zárójelben, vagy zárásként a Wolfwalkers éve, az nem olyan régen volt, ugye? Ó, igen. 2021, az még, mint az Oscar maga, az 2021-ben lett átadva. Ez a Nomadland éve egyébként. Ekkor a Soul nyert, tehát a lelki ismeretek a Pixar-tól. Ettől nem sajnálom a díjat, de a Wolfwalkers is fantasztikusan jó film, és nekem mind a kettő top listás volt annak idején. Uh-huh. És indult ugyanúgy a Pixar-tól még egy film, az Onward, az Előre. És a versengő között pedig az Aardman-nak azt hiszem az Aardman filmje, a Shaun the Sheep, nem sokára legalábbis meg tudjuk. Igen, igen. Azt nézitek meg a utolsó alkalommal? Így van. Az imádni való. Ez hihetetlen, hogy az is nem tudom, 30 vagy 40 éves már ez a bárány, és még mindig tudnak vele sztorikat, és úgy, hogy nem beszélnek, tehát ez csodálatos. És a sorozat is baromi jó. Nagyon jó lesz. És még volt egy ötödik film, a Over the Moon, amiről szerintem most hallok először, pedig volt róla Oscar adásunk. Ez tényleg nem tudom, hogy micsoda, ez egy animált musical. De hogy itt is kettő Pixar versengett a díjat, és így is tudott nyerni a Soul. Tehát nagyon nehéz dolga van szegény Cartoon Saloon-nak, hogy radába rúgjon, pedig az eredetiségük, az, hogy milyen rétegzett a mondani valójuk, az a legjobb, legmélyebb Pixar filmekkel ugyanúgy betegszik. És az animációban meg egyszerűen sokkal változatosabbak, mint a Pixar, igen, filmek, vagy akár melyik másik, gyakorlatilag mainstream stúdió. Szóval szomorú, hogy nem ismerik el őket. Ennél hát, jobban. De szóval most nem az amerikai
nem ez a mérvadó. Az első, de például azt hiszem, pont a Tengerdalával nyertek európai filmdíjat animáció kategóriában, meg biztos vagyok benne, hogy az animációs Oscarnak számító Annie díjon ott külön veszik a mainstream, tehát a nagy stúdiók animációit, meg az independent stúdiókat, és ott volt egy ilyen kérdéskör, hogy mikor számít independentnek egy stúdió, de nyilván a kevesebb büdzséből készült filmek versenyeznek ott. Szóval ott legalább kettészették, mert rájöttek, aha, hogy nem lehet, sajnos nem lehet egy kategóriában versenyeztetni. Aha, és ott egyébként meg is nézem gyorsan, hogy nyerte. Igen, a Wolf Walkers is nyert, a Breadwinner is nyert, és azt nem osztják csak 2015 óta, úgyhogy más nem nyerhetett. Hát a fő kategóriát az korábban óta osztják, azt már korábban elkezdték osztani, úgy értem, de hát gondolom akkor pont amiatt, hogy nem volt külön szedve a mainstream, meg a nem mainstream, ezért jóval nehezebb volt labdába rúgniuk a kis stúdióknak 2015 előtt, így is van, ugyanúgy azok a címek nyernek, mint az Oscaron, tehát Rangó, ezért így neved a sárkányodat fel, úgyhogy igen. De ugyanúgy jelölve voltak persze itt is ezek a független filmek is, amiket említettünk. Na jó, oszkáros témát szerintem lezárhatjuk, és akkor beszéljünk egy kicsit még jobban erről a filmről, meg a népi motívumokról, meg a hasonló érdekességekről. Hát te mennyire ismeritek az ír folklort? Hát semennyire jó. Semennyire, igen. Valószínűleg így senki, max a Titanicban hallhattuk az ír együttestől a ír dalokat, és hát ennyi igen. Lehet a... Ilyen dolgok megvannak, hogy tudod, a zöld íze, ilyen kis szerencsehozó figura, a Szent Patrik napi akármi. Aztán igen, aztán vannak azért ilyen mainstreambe átszivárgó dolgok, mint például van egy szerepjátékos világ, amiben a vámpírok is, meg fajfrakasok is vannak, minden, és abban vannak ilyen ír folklorból származó elemek, rengeteg, ilyen alakváltók, meg fel is tudja már mi minden, de abban azért bőven van ír hatás. Meg hát a igazság szerint a Tolkien által népszerűsített ilyen angol száz folklór, vagy angol száz mitológiára épülő történetekben is szerintem van írhatás, mert az elfek szerintem azért az lehet, hogy innen az írből került oda kézen közön, nem tudom pontosan, de azért az íreknek van valamennyi hatása a mainstream mitológia, vagy mainstream kultúrába beszivárgó ilyen mitikus elemekre. Uh-huh. Meg hát Írországról általában a zene meg a pubok szoktak eszébe jutni az embereknek. Amint elhangzik a fejedbe, hogy Írország, akkor megszólal egy Dropkick Murphys szám. Igen. De igen, igazából tehát nagyon-nagyon sok ilyen ír folk teremtmény, vagy folk történet van, és szerintem tényleg ezekből így különböző, ahogy a Péter is mondta, különböző ilyen mainstream történetekben jelennek meg ezek a figurák, akár ez a Leprechaun, akár a Banshee, Tényleg. Vagy a Morrigan, tehát hogy vannak ezek azok az ír folk lények, vagy folk, vagy ilyen népi karakterek, amiket mondjuk felhasznál egy-egy nem tudom, horrorfilm, vagy más fantasy, és akkor kölcsönveszik. Szerintem a Neil Gaiman regényekben is hangsúlyos ír mondavilágbeli elemek vannak, mert akár az amerikai istenekben is ugye annyi különböző mitológiai körből és folklórból válogatott össze elemeket, hogy aki mondjuk Neil Gaimaneket olvas, szerintem az is szembe fog jönni valamilyen, vagy bele fog futni valamilyen írmond a világbeli történetbe, de van egy csomó ilyen név is most is, ahogy csak így nézegetem, ezek a számomra legalábbis kiejthetetlen nevű lények, vagy hát biztos, hogy nem úgy kell kiejteni, ahogy én ki akarnám ejteni, de van ez a Cuculain, vagy Cuculain, igen, valami ilyesminek írják. Ezt is például már hallottam, de nem tudnám megmondani, hogy mi volt, szóval, hogy elő szoktak jönni ezek a
ezek a lények, de hogy például ezt a Selki dolgot sem nagyon ismertem, főleg nem olyan mélységben, mint nem, amennyire belemegy itt a tengert alatt, tehát ez például... Pedig amúgy volt egy film, képzeld el, volt egy film, amiben voltak Selkik, korábban egy élőszereplős film, és nekem sem volt meg ez, nem is tudtam róluk, egy John Sayles, tehát nem is írrendezőnek a filmjében volt egyébként Selki. Érdekes. De és az mi, ez egy ilyen középszerű fantasy volt, vagy mi? Szerintem inkább olyasmi lehet, mint az a Tom Hanks-es sellős film, de mindjárt utána nézek. Hát, jó. De azt gondolom nem pozitív volt, nem? Vagy az is így egy csaj, meg egy földi srác, vagy... Meg kell néznem, mert csak a plakátját láttam, és nem derült ki számomra semmi belőle. Hmm. 1994-es film, az a cím, hogy The Secret of Ron Inish. Hmm. Én még nem is hallottam róla eddig, bevallom. Hmm. 1940-es években játszódik egy ilyen vízparti kis halászfaluban, szóval valószínűleg egy ilyen hasonló jellegű, mint a tengerdala, már mint így igen, van egy ilyen ember Selki párkapcsolat is benne, meg egy gyereket, azt hiszem, hogy a Selkik neveltek fel, tehát van egy ilyen kis elcserélt sztori is benne. Hát ez egy komolyabb film, szerintem nem romantikus, meg nem is tudom. És olyan, hogyan jelenítették meg benne a Selkiket? Olyan neki deríteni, igen, rákeresek erre is. Hát, hogy csinálják, hogy egyébként ezt kiskórolták. Nézem, és kicsit furi, már mint olyan, hogy igazi fokát látni, szóval az igazi fokák jó lehet cukik, de hogy itt a képen pont egy nem annyira cuki foka van. Igen. Hát. Valószínűleg nem vitték túlzásba itt a vizuális megvalósítását, hanem csak így kisgyerek mellé raktak egy fókát, és így azt mondták, hogy na, ő amúgy az. Tehát, hogy szerintem kb. Ennyi lehetett a koncepció. De ennek van magyar címe. Wow. Wow. Jó, az a Rohan Inis titka. Szóval nem egy... Akkor lehet, van belőle magyar verzió. Aha, aztán neid. Na hát akkor most már ez is egy aprócska trivia, amit tudtok. Az első Selkik a popkultúrában. Na mindig visszatérve a tengerdalára. Igen, meg most itt eszembe, hogy volt, ami nem tudom, hogy Selki történet volt, de volt pár évvel ezelőtt egy Colin Farrell film is, ez az Ondine, aminek nagyon-nagyon hasonló volt a koncepció, hogy ott is egy kihalász, azt hiszem a vízből egy lányt, aki ilyen félig hal. Igen, ez is Selki történet, na, és azt még na. láttam is, szóval akkor emlékeznem kellett volna a Selkikre. Mert abban is ilyen hasonló volt, hogy ott van a nagyon hosszú hajú Colin Farrell, és akkor ő azt hiszem kihorgászik egy lányt a vízből, és akkor róla derül ki, hogy valójában nem ember, vagy félig ember, és akkor ez egy ilyen romantikus történetté alakul át, ez az ilyen klasszikus ember és félig ember valakinek a kapcsolata. Neil Jordan rendezte. Hát ha már Colin Farrell, akkor meg kell említeni, hogy a tengerdalának talán az apuka szinkronhangja Brendan Gleeson. Mm-hmm. Igen. Be kell mutatni? Hát reméljük, hogy a hallgatóinknak nem. Ja, tényleg. Egyébként már Kells titkában is benne volt. Tehát igen. Ott is egy apukát szinkronizált, és a Wolfolkezben pont nem, ott a Sean Bean volt a... Igen. Mert ott ugye angol származású az apuka. Igen. Ja. Wow, és közben meg látom, hogy a Colin Farrellnek a párja volt egy darabig az a színésznő, aki a Selkit játszotta. Ez most csak egy, ez már tényleg a zárójelen belüli zárójeles megjegyzés volt. Micsoda tangensek, igen, nagyon abszolút, jó. Igen. Szóval úgy tűnik, hogy a Selkiknek azért Selkik megvetették a lábukat Hollywoodban már a Song of the Sea előtt szónyukat is. Bocsánat, köszönöm. De ebből készült, tehát a tengerdalából egy ír verzió, mármint, hogy ír nyelven, tehát nem ír akcentusú, hanem ír nyelven szinkronizált verzió, és abban ugyanúgy a Brendan Gleeson meg a
aki a... Fionnula Flanagan. Igen, aki a Nagyit szinkronizálta, ők az ír nyelvet is beszélik ezek szerint. Azért szívesen meghallgatnám egyszer, mert tök jól, biztos tök jól hangzik. Biztos. Ja, nagyon durva az ír. Ugye az a most készült, az az Oscar jelölt film volt, nem is tudom, amiben egy kislány elküldenek egy másik családhoz, és hogy... Már nem láttam, csak azt hiszem Lillán elolvastam róla, hogy... Ja igen, tényleg, hú, mi a címe annak? Igen, igen, azt mindig nem néztem meg. Talán na, de hogy az ír nyelvem. Nem, ez egy új, tehát ez teljesen idei. Ja, még idei. Hú, bakker, na mindegy, majd megkeresem mindjárt. De amúgy a dalok nagy része az is ír nyelven van, meg a kis mitológikus alakok szoktak ki, vagy néha így átkozódnak, vagy nem is tudom, ír nyelven. Igen. Mondanak valami a filmben. Igen, 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 igen. És egyébként, ha már szinkronhangok, a Bronag, aki azt hiszem nem így kell ejteni a nevét, mert a filmben teljesen máshogy ejtik. De, tehát nincs az, a végén a ejtve. Igen, Bronag. Az anyuka. Neki az angol verzióban a Lisa Hennigan a szinkronhangja, aki egy énekesnő, egy ír énekesnő. És ő is énekel, tehát a filmben van azt hiszem egy betétdal, amit több betétdal, amit ő énekel, és egyébként tök régóta nagyon szeretem, szóval így kellemes meglepetés volt látni azt, hogy ott van a stáblistán a neve, mert nagyon jó kis kellemes hangja van. Igen. Lisa Hennigan az egy kis lágert mondjatok tőle azért, hogy hát ha valakinek nem ismerős. Én nem tudom, én nem ismerem máshonnan. Nem tudom, hogy mennyire vannak ilyen nagy slágerei, de Damien Rice-hal játszott együtt. Igen, igen, és ilyen indie folk zenét játszik. Egyébként a Steven Universe rajongóinak is ismerős lehet, mert abban is szinkronizál, úgyhogy ez neki egy dolog, hogy az animációs filmben van. Egyébként a Zsófi az az animációs film, vagy nem, bocsánat, az az ír film, amit kerestél, az a Csendes Lány, a Quiet Girl. Igen. Ez tényleg egy ír. Csak ugyan. Ír idegen nyelvű filmnevezés volt, ami ugye ez szokatlan, mert amúgy alapvetően ők mégiscsak angolul beszélnek, és az, hogy ír nyelvű a film, az ezt tette lehetővé, kvalifikálhatóvá ezt a filmet, hogy az oszkár alapban a kategóriában legyenek. Igen. Mert egyébként tényleg a standard beszéd az angol Írországban, és akkor külön tanítják, ez egy külön dolog, hogy most ilyen patriotizmusból még megtanítjuk neked az érnyelvet, és egy csomó gyerek nem is szereti például, és nem is nagyon figyel rá, tehát ez kb. Olyan lehet, mint nálunk, amikor orosz tanítottak, vagy nem tudom. És jó, akkor... nem, azért hasonlítsuk össze jó, az lehet, hogy nem ugyanaz, jó, tényleg nem ugyanaz, mert azért nem kívülről olyan nyomás, ez igaz. Csak a gyerekeknek egy hasonló élmény maximum. És akkor például Tom Moore, az így felnőtt korában, vagy idősebb korában jött rá arra, hogy mégiscsak érdekli ez az egész hagyomány, meg a folklór. Egyébként ez náluk érdekesen alakult ki, egy picit erről beszélek, hogy interjúban miket mondott erről, interjúkban, mert ez egy ilyen panel, amit így mindig elmond, hogy gyerekkorában nagy képregény rajongó, mert persze az amerikai kultúra az ott is dominált mindent, úgyhogy azért mentek a szuperhősös képregények, meg a 80-as éveknek a gyermeke ő, úgyhogy mármint, ha nem akkor született, 70-es évek végén született, csak hát a 80-as éveknek a popkultúráján nevelkedett, tehát ilyen tini ninja technőtől, meg ilyesmi, mert azért mindenhol. De a legkisebb gyerekkorukban még egyébként ilyen alig volt tévé, és akkor ott még azért még ezek sem mentek, hanem csak ilyen fel tudja, milyen nagyon olcsón megvásárolt kelet-európai animációs filmek, amiket még mi se ismerünk, tehát még nálunk is jobbak mentek azoknál, jobb minőségűek. Na mindegy, szóval így aztán, amikor ezek az ilyen nagyon-nagyon rossz minőségű tévéken, nagyon rossz minőségű benfogható műsorok már ezeket meghaladták, és akkor megjelentek az amerikai popkultúra dolgai, akkor teljesen rácuppant ezekre, és akkor ők is szuperhősös játszottak, mert minden, és akkor egyszer csak így megjelentek ilyen dolgok a piacon, hogy a ír illusztrátorok csináltak olyan grafikus novellákat, képregényeket, vagy csak simán illusztrációkat, hogy az ír folklórnak az elemeit dolgozták fel, és az akkor mainstream rajz stílusokban, tehát igazából kettő ilyen domináns dolg volt, az egyik az inkább ez a, talán a heavy metal a rajzfilmhez hasonlító stílusban dolgozta fel
a másik meg a Conan a barbárnak a rajz stílusában dolgozta fel az olyan írmitológiát, és akkor ezekkel így coollá lett téve. Tudod, azok, akik a képregényeken nevelkedtek, amiben ezek a viszonylag hagyományos emberfigurák vannak, amik így realisztikus emberi matyákokkal rendelkeznek. Anatómiával. Igen, anatómiával, köszönöm. Azoknak ezeknek az rajongóinak ez egy befogadható illusztrációja vagy ábrázolás módja volt az ilyen folklórnak, és akkor rögtön izgalmasabb lett számukra, és akkor ez volt az első lépés, ez egy ilyen kapudrog volt, hogy az ír folklór meg az ír hagyományok mégis elkezdik őt érdekelni, és akkor így apránként jutott el oda, hogy megcsinálja ezt az ír folklór trilógiát. Ja, bár nem tudom, hogy ezt eredetileg is annak szánta-e, vagy csak nem, így aztán... Nem, ez csak utólag szerintem is. Jól hangzott, és akkor el kell készíteni a harmadik filmet. Igen. És akkor ezt csak azért nevezi szerintem trilógiának, mert az olyan szép kerek, és akkor most már lehet máson dolgozni, hogy azzal lezárta ezt a dolgot. Bár nem tudom elképzelni, hogy más milyen filmeket csináljon. Nekem is nagyon nehéz elképzelnem, de azért a stúdió maga, az látszik, hogy azért elég változatos témákban tud produkciókat nyújtani, szóval bízunk benne, hogy ő is majd megmutatja, hogy mi az, ami még érdekli. Igen, de ebben a filmben tényleg van egy ilyen eléggé nagy merítés így amennyire így látszott a brazír népi világból, mert hogy nem csak a történet szinten, mert hogy nem csak a szelkik vannak benne, hanem tényleg így találkozunk ilyen kis tündérekkel, vagy hát ez amit Fairynek... Igen, fura, hogy Fairynek mondják, mert hogy ez tündér, de hogy ezek inkább koboldokhoz hasonlítanak. Igen, ilyen kis idősebb különböző kobold lények, meg egy része már mondjuk kővé vált az idő során, és akkor ebben is van egy számomra... Valószínűleg részben azért is, vagy tényleg nem tudtam annyira fókuszálni, de nem volt mindig teljesen követhető az, hogy most akkor kit miért zárnak ilyen kis üvegcsébe, akkor ott azok, hogy hogyan szabadulnak ki, akkor hogy jön be a képbe, mondjuk ez a, van egy boszorkány, akivel meg kell küzdeni a főszereplőknek, egy bagoly boszorkány, vagy ilyen baglyokat irányító boszorkány, meg van egy nagy óriás, akinek a múltbeli mítosza bekerül így a történetbe, és akkor rajta is próbál segíteni a Ben, a főszereplő, és azt a részét persze értem, hogy ezek a szereplők, ezek így le vannak vetítve, vagy át vannak vetítve a rajtuk keresztül a Bennek az apukája, meg a nagymamája, és hogy ők hogyan dolgozzák föl a Bronának az eltűnését, vagy az elvesztését. Tehát, hogy tényleg mint az Ózban, hogy így megfeleltethető egy-egy szereplő az, hogy a gyászával hogyan birkózik meg ezeknek a mesebeli lényeknek, de hogy ugye egyébként pontosan milyen lépcsőfokokat vagy célokat kell teljesíteni, és az ilyen különböző ilyen népi attribútumok, mondjuk egy köpönyeg, vagy egy ilyen kis kagyló, hogy ezek így hogy játszanak szerepet a főszereplőknek az életében, ez egy nagyjából lekövethető volt, de hogy néha volt egy ilyen kis kuszasság benne, ami lehet, hogy azoknak, akik jobban képben vannak így ezekkel a mitológiai történetekkel, úgy kevésbé volt mondjuk ilyen zavaros. És nevezném zavarosnak, csak inkább azt mondom, hogy néha olyan véletlenszerű volt, hogy most akkor éppen hát kikkel találkoznak, és ők milyen szerepet játszanak is pontosan a történetben. Ezt a Tom úr mondta, hogy mert hogy ez aki a minek hívják a kompot vezeti, meg igen, aki az a hosszú hajú bácsi, igen, ezt a nagy színesi, vagy majd kell mondani a nevét annak a mitológia alapnak, aki egy ilyen történetmondó valaki, és hogy azt egy számomra tök ismeretlen Eddie Lenihan nevű mesemondóról mintáztak, aki a Tom úrnak a gyerekkorában nagyon menő volt, és hogy ő mondta azt, hogy ezek a mesék, tehát folklórnak az elemei, azok miért lehetnének keverhetők, és akkor a Tom úrék is így össze-vissza, vagy nem össze-vissza, de hogy mindenhonnan vettek egy kicsit, és azt építették bele, megfűzték össze. Tehát
szándékosan mixelték akkor ezeket. Igen, igen. Aha, aha. Például a Macau, vagy Maka, vagy hogy mondják a filmben, hát, úgy. Az arról nagyon sokféle leírást találtam, hogy hányféle ilyen maka nevű istennőjük volt, és hogy mindegyik tök másnak volt az istensége. De hogy ez a McLear, aki bánatában, vagy hát annyira szigetté szomorú volt, hogy elvesztette a szerelmét, hogy az anyja, a bagoly boszorkány, az kővé dermesztette, hogy ne legyenek érzései, mert hogy ő jobban tudja, hogy milyen jó a fiának, akár csak a Ben apukája és a nagyamának a kapcsolata, az ugyan ilyen, és tök izgi, hogy ezt lehet negatív szereplőnek hívni, vagy rossznak, hogy ő jót akar, de nem úgy akar jót, ahogy valójában jó lenne a gyerekének. Tehát, hogy ez a bagolyboszorkány is nem egy egysikú negatív karakter, mert még a saját érzéseit is ilyen kis üvegcsékbe rejti. Igen. Sokat lehetett olvasni, meg a Tom Moore is elmondta, hogy ezt egy személyes sztori inspirálta. Mondjuk érdekes, mert néhol azt olvasni, hogy a Tom Moore-nak a saját gyerekkori élményei is inspirálták, és néhány szereplő a családjából vett. De amit több helyen elmond, az hogy az a sztori, hogy a fiával nyaralt valahol, és a parton épp szkecseket rajzoltak, és látták, hogy a halászok kővel ölnek, vagy vágnak kupán fókákat, és nem értették, hogy ez miért történik, és akinél megszálltak nő, az mondta, hogy a halászok, mert nem tudom, nem fognak elég halat, vagy azt, amit kell, és a bele az hálóba akadt fókákat így akkor dűből leölik, és hogy valaha a fókákat azt pont a szelkik miatt nagyon tisztelték az emberek, mert hogy azt gondolták, hogy a halottak jönnek általuk vissza, meg hogy szent állat, és akkor ez ennek a felfogásnak a megcsúfolása, és így kicsit a természet és a civilizáció kapcsolatát is bevitte a filmbe, ami ebben szerintem meg nem annyira látványos, mert mint a Tengerdalában, de a Wolf Walkersben meg ugye ott van, hogy a nagyra vágyó hadi nem tudom mi, fővezér, az el akarja foglalni az erdőt is, és oda is építkezni, és akkor az erdő védelme. Igen. Meg a hagyományos életmód, stb. Amellett állnak ki a lányok. Igen, ezt említették is egyébként én interjútban a kartunszalonosok, hogy nekik így a természetközeliség és a tényleg a természetnek a szerepe az ilyen nagyon, nagyon létfontosságú, és hogy ezért is van, hogy ugye Kilkennyben van a székhelyük, egyrészt mert ugye ott tanultak, vagy hogy azt hiszem, lehet, hogy nem ott tanultak, de hogy viszont én is úgy tudom. Ott ismerkedtek meg, és hogy ott az a város is nagyon be van ágyazva így az Írvidékbe és a természetbe, és hogy valahogy annak a kölcsönhatása az így folyamatosan annyira inspirálja őket, hogy emiatt nem is tudják elképzelni azt, hogy máshol alkossanak, és hogy ez tényleg így nagyon beszivárog a történeteikbe. Szerintem is ez a Walkersben még hangsúlyosabb, ott még inkább tematikusan szerepet kap a természetnek a védelme, de azért a Tengerdalában is van egy ilyen pont, amikor a nagymama átköltözteti a gyerekeket a városba, és akkor ott a nagyvárosnak a dzsumbuja az egy ilyen végtelenül idegen dolog, ami így a szélsőnek az egészségére is ugye rossz hatással van, és onnan aztán elszöknek és elindulnak át keresztül a vidéken, de még a városban is megtalálják azokat a kis pontokat, azokat a kis ilyen szigeteket, amik ahol így valahogy megőrződött a természet, van az a kép, az én talán ilyen körforgalomnak a közepén van egy ilyen kis dombos kis
Hát a Holywell, vagy minek van írva, igen, a filmben. Hogy igen, szent, igen. Szent, és akkor ott találnak rá ezekre az ősi kis lényekre, akik ott bujkálnak a kövek között. Szóval az, hogy az ír mitológia meg folklór, ez mennyire kötődik a természethez, akár a tengerhez, vagy ehhez a kúthoz, vagy az erdőhöz, vagy a vidékhez, hogy ezt azért itt rendesen szembeállítják azzal, hogy a városi élet az mennyire ilyen kiüresedett, és mennyire el van szigetelődve, és aztán, hogy ebbe hogyan csepeg vissza így a varázslat is az ír mitológiai lényeken keresztül, illetve a filmnek a tengerdalának a befejezése is ugye oda vezet, hogy hát a szelkik azok eltávoznak ebből a világból, vagy hát legalábbis tehát van egy ilyen kérdés vagy dilemma a filmnek a végén, hogy akkor a megjelenik ismét az anyuka szelki, és hogy ő kivezeti ebből a világból ezeket a teremtményeket, és hogy velük tart-e a szírsa, ugye az lesz a filmnek a nagy kérdése, és hogy utána igazából a vége főcím alatt, amikor látunk ilyen kis képeket, ahol a családnak az életéből, ott már tényleg csak ilyen emlékként vannak meg ezek a mitológikus lények, ahogy nem tudom, ott a szobának a falára festik ezeket a jeleneteket, és van egy ilyen kivész a varázslat ebből a világból, ilyen kis melankólia, vagy ilyen kis elégikus dolog így a filmnek nem tudom, vége felé, vagy így a zárlatában, szóval ez is érdekes, hogy ezek így mennyire összefonódnak. Tök. Hát igen, szóval sírsz a végén. A jó esetben, de a megható, szóval nem úgy szomorú, hogy na, ettől ez lehoz az életről, hanem én nagyon emelkedetten és nagyon szépen. Meg szerintem, amiben nagyon erős a film, az pont a legelején, amikor a kisfiú tényleg nagyon undok, és nagyon passzív-agresszív, és szóval az szerintem nagyon realisztikusan van ábrázolva, nem olyan hollywoodiasan, hanem vagy hát nyilván csak láttam, tapasztalatom nincsen erről, lehet, Peti, te többet tudsz, hogy a nagy tesó hogy lesz féltékeny a kis tesóra, de hogy nagyon hát szép. Az ő esete speciális, ugye az anyukája. Jó, igen, mert hogy őt okolja miatta, meg hogy neki kell rá vigyáznia, de nagyon markáns indítást ad a kettejük kapcsolatáról, és hogy a kislány így is mennyire szereti meg felnézre, és hogy aztán ez tényleg hogy fordul teljesen visszajára a film végére, ez is nagyon szép. Igen, ebben is látszik, hogy nem a fősodorhoz tartozik a film, hogy azért mondjuk a Disney meséknek a többségében a főszereplő az maga az a hős, aki valamiféle varázs erővel rendelkezik, aki két világ között van, mondjuk akár csak tényleg a kis hableányt említjük, tehát hogy a főszereplője ezeknek a filmeknek, vagy a Moana-nak a főhőse, aki a kalandra vállalkozik, hogy neki van az ilyen destinie, végzete, amiben majd döntenie kell, hogy a különböző világok közül melyikben marad, vagy ha nem is konkrétan ez a dilemma, de hogy a hasonló konfliktusokat kell végigjárni, és hogy ebben a filmben pedig a varázserőnek a birtokosa az, hát ha nem is mellékszereplő, de hogy nem ő a főszereplője a filmnek, hanem a főszereplő, akivel mi megyünk, és akinek az ilyen aki belső... Aki beszél, akinek a belső konfliktusait talán legkönnyebben át tudjuk élni emiatt, az egy egyszerű embergyerek, akik a kívülálló ebben a világban, mindenki úgy beszél róla, hogy na, itt az embergyerek. Ja, és hogy az ő története az arról szól, hogy ezt a varázserővel bíró lényt, természetfölötti lényt, vagy hát aki ugye két világ között él, ugye a kis testvérét, hogy őt, és ez nagyon hülye szó, hogy szolgálja, most hirtelen nem jut eszembe jobb szó, de hogy tényleg eljutni odáig, hogy onnan, hogy ki nem állhatja, és így legszívesebben tényleg
ha nem is tengerbe... Hát majdnem hagyja megfulladni. De, igen, ha nem is tengerbe dobnád, de majdnem hagyja megfulladni. Aztán, amikor együtt vándornak, akkor így nem tudom, kényszerből így kötőfékre teszi kb. És akkor úgy vonszolja maga után, de akkor se akar ráhallgatni semmiben, és inkább csak idegesíti, és hogy innentől kezdve viszont eljut odáig, hogy amikor hazaérnek, akkor pedig utána ugrik a vízbe, lemegy a tenger alá a lemegy a tenger alá az apjuk által elsüllyesztett kincses ládikában azért a kis kabátért, ami megmentheti az életét, tehát hogy ott ténylegesen ő mindent megtesz azért, hogy a Szirsa jól legyen, és hogy ő rendben legyen, és ez se feltétlenül az az út, amit így a biztos lehetne találni ilyen Disney főszereplőt is, de azért szerintem nem ez a gyakori, hogy a gyakorlatilag egy sidekick karakter a Ben, és mégis ő a filmnek a főszereplője. Mm. És tök jó, hogy már féltem, hogy mondom, lehet, hogy nem fogja senki kimondani a Szirsa, mert hogy leírva ugye ezt a nevet szegény Saoirse Ronan biztos sokat szív, hogy hogy ejtik a nevét, de tök jó, hogy ezt a nevet így tehát, hogy elérhetővé teszik. De két, tehát van még más kiejtése, azt hiszem Saoirse-nak is szokták mondani. De itt Saoirse nagyon szépen kiejtve. Igen. Ami egyébként szabadságot jelent, meg, és akkor utána néztem, hogy beszélőek-e a nevek, és kiderült, hogy az anyuka neve meg szomorúságot jelent. Aztán ha vannak ilyen kis vizuális gegek, hogy amikor megjön a nagymama, akkor a OW45 a rendszáma a kocsijának, ami az Old Witch-re is, már az a gúny neve, és az All Witch, mint a bagoly boszorkányra is utal, igen. És egyébként a két név, ez az Old Witch, meg az All Witch, ez kb. Ugyanaz kiejtésben. Úgyhogy ez is tök jó pofa gag, meg hogy nem tudom a felit azt, hogy mondják. Komp? Komp, az jó szó. Akkor komp, hogy annak is a neve írül, van felírva, ami a tengerdalát jelenti angolul. Úgyhogy, vagy például, amit most néztem utána, mert túl sokat mutatták, és ha egy feliratot, vagy egy képet túl sokat mutatnak, akkor biztos van rajta valami, ami valamire vonatkozik, és a bár, ahova az apuka járt el szomorúságában inni, annak a neve a Tom Moore vezetéknevére utal, írül, meg amikor ott vannak annál a három kis koboldnál a körforgalom közepén, akkor ki van írva többféle szöveg az ajtóra, és van egy a nagy fuck off. Igen. Amit én azt hittem, hogy az egy ilyen slang a fuck off-ra, de nem, ez valóban egy ír kifejezés, és tényleg azt jelenti, hogy húzz el, vagy más fordítás szerint van egy olyan jelentése is, hogy gyere, vagy nézz közelebb, vagy vizsgáld meg jobban. Mm. Úgyhogy nyilván ezek ilyen nagyon pici gegek, igen. Igen, de most is tök jó volt észrevenni. Mm. Vagy hogy Tom Moore meg is jelenik a filmben, azt én direkt le is állítottam, mert olyan sokáig állnak ott egy szobor előtt egy kordét toló nőci a szobor, és azelőtt beszél nagyon sokat a Ben a Saoirse-val. Uh-huh. És ott a háttérben az egyik figura az a Tom Moore kartun figurában. Uh-huh. Meg hát az a én nem ismertem ezt a nőcit, ez az írek, hogy Dublinban van egy szobra ennek a rikset, vagy nem is tudom mit toló nőnek, és hogy az így jelzi, hogy akkor ez most tényleg Dublinban játszódik. Hmm. Szóval ezeket például egy átlag néző nem enélkül is lehet élvezni a filmet, de hogy ezek tök jó kis plusz infók. Tök jó. Tök jó, igen.
Szerintem áttértünk egy kicsit az animációra is, meg arra, hogy abban mi, jó. mi tetszett nekünk nagyon, vagy mi nyűgözött le, és így van is egy jó átkötésem, mert így a szereplőkről, mert hogy szerintem ilyen egészen kivételesen szerethetőre van rajzolva a Szirsának az arca. Uh-huh. De hogy és ha megnézed, csak kb. Egy szem, meg egy orr, és kész. Igen, és én ezt, és egyszerűen nem értem, hogy ezt hogy tudták így megcsinálni, igen. mert nincs egy ilyen titka annak, hogy na igen, ezt így eltalálták, vagy ilyen a tekintete, hanem egyszerűen úgy van összerakva, hogy az ilyen nagyon tágra nyílt barna szem, az is ilyen nagyon szép kerek, egy kis száj, a kis orr, ez a kis hajviselet, vagy az a kis egyszerű haja. És a piros posga az arcán. Igen, a kis piros ruhája, és hogy valahogy úgy van megalkott, hogy ugye nem beszél a szereplő, meg sokáig csak ott van így a Ben mellett, de hogy egyszerűen annyira végtelenül szeretnivaló és kedves, és közben van egy személyisége is, mert nem csak egy ilyen kis angyali teremtmény, aki ott létezik, hanem néha bosszankodik, meg fél, meg morcos, meg... Tehát, hogy vannak ténylegesen ilyen emberi jellemvonásai, amikor mondjuk a Bent nem hallgat rá, vagy ilyen kis nagyon, nagyon szeretetéhes, és hogy ez mind ilyen nagyon egyszerűen megjelenik az arcán, és hogy ez számomra egész lenyűgöző, hogy tényleg ennyire semmi extrát nem tesznek bele, de valahogy úgy rakták össze ezt a karaktert, hogy akár a mimikája, akár a mozgása, hogy ilyen nagyon kis egyszerű benne minden, de hogy egy ilyen nagyon tényleg az ilyen a tökéletes kis testvér, akit így mindenáron meg akarsz védeni. Igen, ezt találtam, ezt pont most figyeltem, hogy mi lehet az, amitől ennyire tényleg szeretni való, és cuki, és mint egy plüss neki simán elfogadnám. Igen. Nekem vele kapcsolatban tűnt fel az, hogy ez a film mennyire előszeretettel használ nagyon egyszerű geometrikus formákat, és azokból rakja össze sokszor a karaktereit. Uh-huh. A Szirsa is úgy van megrajzolva, hogy szinte egy tökéletes kör, igazából a feje, uh-huh. és akkor a szemei is karikák, meg ugye a haja fésőben van, igazából az is köri ívekből áll, meg aprócska kis, a háromszögek, meg ilyesmik, így a haja, ahogyan kicsúcsosodik, az is olyan, mint hogy csak egy picike kis... Tehát az mindegyik ilyen tökéletes kis egyszerű geometriai formából van összerakva, így ez egy gyerek le tudná rajzolni, hogyha megmondanád, hogy akkor most itt ezeket a vonalakat közd össze szép ívbe, és nagyon egyszerű, igen, a bőre is milyen kis sima, minden ezek ugye mindig igazából így ugyanazt a kvalitását hangsúlyozzák ki szerintem, hogy ő mennyire tényleg kis tiszta valaki. És hát ezek a geometriai formák, amelyek tényleg végigvonulnak a filmen, és egy csomó mindenem meg lehet figyelni. Az, hogy így körívekből van szépen kiszabva egy-egy alak. Ez nagyon tetszik, hogy milyen egyértelműek ezek a motívumok. Hát már a Keztitkában is ott nagyon-nagyon geometrikus a látvány, tehát ott még szembetűnőben, meg síkszerű, és a kompozíciók is úgy vannak megcsinálva, vagy így középre van komponálva, és nagyon sokszor szimetria, tehát szimmetrikus a kép. Itt azért már kevésbé, de hogy még mindig nagyon, főleg amikor az öreg bácsihoz megy le a hosszú hajjal, ott még inkább látszódnak ezek a kunkori, meg... Igen. Ezek a kunkori formák, ezek az ilyen fraktálszerűen csavarodó mindenféle rajzok, ezek a vonalrajzok, ezek meg a pikt ábrázolásokból jönnek. Ugye a piktek az egy népség volt, egy törzs, nem tudom pontosan, nép volt, akik az angol szász területen jöttek, és egyébként ez a kultúrának is jelentős befolyásolhatásai, a kultúrára is jelentős befolyásolhatásuk volt, és akkor a Tom Moorék kutatták a pikt ábrázolásokat is, ezeket így lehet megtalálni a neten is egy csomó ilyet, és tökre ezek az ilyen csavarodó
tekerelő spirális minták onnan jönnek, majd az Instagramunkra, a Vakfolt Podcast Instagramjára fogok kirakni pár ilyen képet, ha addig el nem felejtem, és akkor megnézegethetitek ti is, kedves hallgatók, hogy ezek a piktában az alások hogy néznek, és akkor össze lehet majd hasonlítani pár screenshottal, amit szintén kirakok majd a tengerdalából az Instagramunkra. Nagyon jó. De a kezd titkában meg a kódexeknek az iniciáléje is inspiráció volt, szóval így tényleg nagyon belemerülnek abba, hogy ne csak önmagáért legyenek ezek, hanem értéket is képviseljenek. Meg hát még azért kilóg a tengerdala annyiban a három film közül, hogy ez kortárs környezetben játszódik, még a másik kettő az a 9. meg azt hiszem a 17. vagy 6. században. Igen. És úgy emlékszem. Igen. Én is egyébként tökre ezeket figyeltem meg így most ez alapján a két film, a Wolfwalkers meg a Song of the Sea, a tengerdala alapján, mint a Cartoon Saloon-nak a védjegyei, amiket mondtatok, egyrészt a geometriai formák, a szabályosság, akkor ez a síkra vetítés, tehát hogy az már a Wolfwalkers-ben is borzasztóan tetszett, hogy ott az a nagyváros, az folyamatosan ott a térbeliség az a síkba van. Meg ott még monstrumabbnak tűnik, igen. Így a város, igen, a szürke, igen. Erős kocka, meg formákkal, téglalapokkal. Igen, és ebben a filmben is így egy-két screenshotot lőttem csak, de hogy azokat is, hogyha így váltogatom, akkor tényleg nagyon kijön az, hogy mennyire középre komponál, mennyire szimmetrikus Tom Moore, illetve az ő animátorai, és van egy ilyen kedvenc képem, amikor az utazásai közben a gyerekek így behatolnak egy erdőbe, és akkor ott az erdőt ábrázolja úgy, hogy van egy ilyen völgy, hogy bal oldalt, meg jobb oldalt is egy-egy kis domb, és akkor ennek a völgynek az íve, az alsó ilyen félköríve, azt egészíti ki az erdőnek a lombkoronája, és így középen van egy ilyen nagy körben maga az erdő, amit viszont függőleges vonalakkal tagolnak a fatörzsek, ilyen kis vékony fatörzsek, szóval, hogy ez is ilyen nagyon-nagyon szépen be van így strigulázva. És akkor még ennek a középső ilyen körnek az alsó részében meg ilyen kisebb kis buckák vannak az aljnövényzetnek, és ott ennek a legalján, ahol találkozik tényleg a mértani közepén, vagy hát így a felező vonalnál, és ahol ott alul a völgynek a közepén, ott van az a kis bejárat, a kis sötét bejárat, ahova a két gyerek így behatol, és ez így annyira szuper jól néz ki. Hát szerintem, jó, ez lehet túl merész állítás, de hogy azért a magyar népmesék is nagyon így épült fel, mert hát Jankovics Marcell kezdte, igen. És hogy neki ez nagyon tehát a Jankovics animációiban pont ugyanezek vannak meg, és szerintem azért volt hatása a Tom Moore-ra ez a képkomponálás. De szerintem lehet, mert én annyira nem ismerem mondjuk az ír festészetet, vagy nem is tudom, lehet, hogy ott is ez van. Hát igen, ez nehéz megállapítani, hogy vajon ez direktbe vagy indirekt módon hatottak-e, de hát ezt te is mondtad, hogy az a Kecskemét stúdióval dolgoztak, és azon a ponton már mindenképp meg kellett ismerniük a magyar népmeséket, úgyhogy a hatás az vitathatatlan ezen a ponton. Uh-huh. Ja. Nem tudom, mennyire vallották be, vagy szóba hozták el ezt valaha, de igen, ez biztos, hogy így találkoztak vele, úgyhogy ez nem kizárható. Aki meg egyébként nagy hatással volt a Tom Moore-ra, nem feltétlenül így a stílusban, de akartam itt említeni, ha már ezek dolgok szóba kerültek, az a Don Bluth, aki szintén pont a 80-as években volt a csúcson, ugye pont az a korszak, amikor a Tom Moore-ék gyerekkorukat élték, és a Zsófita is mondtad, hogy jártak is a helyi. Igen. És hát egyébként a leginkább azzal szembesültek, hogy milyen szörnyű nehéz munka az animáció, úgyhogy nem feltétlenül a kedvéket hozták meg hozzá, de az viszont tetszett nekik, hogy a Disneynek az akkori mainstream filmjeivel szemben tényleg egy ilyen nagyon kézműves, és a művésznek a saját vízióját megvalósító animációt láttak, és nem egy ilyen futószalagon, hát így fogalmazott kb. A Tom Moore, hogy nem egy ilyen futószalagon gyártott
bizottság által létrehozott animációs munka zajlik ott, és hát ez az a gondolkodásmód, amit szerettek volna megörökíteni, megőrizni a Cartoon Salonban, úgyhogy ott leginkább tényleg a mentalitás az, amit a Don Bluth-éknak köszönhetnek, de azért azt se felejtsük el, hogy a Don Bluth egyik első nagy dobása az a Secret of Nim, és a Secret of Kells az nagyon hasonló a címadásában szerintem ehhez. És hát az is egy közös, hogy a nagyon tetszett a Tom Moore-nak, hogy a rajz technikában milyen innovációkat alkalmazott Don Bluth ezzel a fények használatával, hogy világítanak a szemek például. Igen. És az ő animációs filmjeiben is fontos nagyon a szerepe a fényeknek. Uh-huh. Még ha nem is ugyanaz az eljárás, amit alkalmaz, mint a Don Bluth, de azért ezek a ragyogó kis fénypontok, amik így mozognak sokszor, csillagok. Igen, gyönyörű volt ezt nagy vásznon látni. És csilingelnek is mellé, tehát ott a hang és a zörejek is olyan csodálatosak ebben a filmben, hogy tényleg ez nagy vászon ér, és hangfalakért kiállt. Amúgy én még olvastam egy interjúban, ha már a látvány, hogy a Tom Moore nagyon érdekelte a stereo 3D, tehát a stereoszkópikus 3D, és hogy a tengerdalát azt csináltak is belőle tesztet, hogy hogyan néz neki, és hogy olyan volt, mint ez a pop-up könyv, amit így kinyitsz, és akkor tudod, így kijön belőle. Hogy is mondják ezt magyarul? Igen. Hú, de jó. Tényleg. Nem tudom, hogy hívják, de hogy ilyenre tervezték, de hát a producerek azt mondták, hogy ez túl drága, és nem. Úgyhogy azért megvolt arra az igény, hogy technikában kísérletezzenek. De hogy mégsem azt a steril 3D-t szerették volna hozzá. Igen, hú, de izgalmas lett volna basszus megnézni tényleg. Ja. Bár lehet, hogyha azt mondják, hogy felveszünk egy 3D szemüveget, és valamit csinálnak, akkor lehet ez is olyan, mint hogy sok filmet utólag 3D-sítenek. Igen, persze. A Titanicot, fú. Rossz volt? Borzalmas. Ezt a Lillával meg a Vikivel néztük, és én már az elején a Vikivel rossz szemüveget, nem, de a Vikivel rossz szemüveget vittünk, vagy ő hozott, azt hiszem csak, és én aztán levettem, tehát hogy ő kiment, hozott be jó szemüveget, de én aztán levettem, mert egyszerűen borzalmas volt, és felesleges. Na de visszatérve, szóval, ja... ilyen lett volna eredetileg. Aha. De a pont a Wolf Walkers-szel kapcsolatban, na ez volt az első filmük, amit át tudtam élni, tehát a promóját, tehát hogy tudtam rá figyelni, és vártam. És nagyon sok interjút néztem, és a Wolf Walkers társrendezője volt a Ross Stewart, aki egy interjúban elmondta, hogy mai gyerekek nagyon a 3D animációkban élnek, és nekik az a hétköznapi, megszokott, és pont a hagyományos 2D az, ami új, és izgalmas, és más, mint a többi. Hm. Úgyhogy így lehet ezt előnyire használni, ezt a régi hagyományos technikát. És mutattak, hogyan készült felvételeket is sok interjúban, és tényleg elképesztő, ahogy aprólékosan megrajzolják, és ahogy kifestik, és nem foglalkoznak azzal, hogy vonalban maradjanak, hanem pont az adja az egyediségét, hogy nagyon sok minden a képen azt a matéria, vagy a technika tulajdonságai alakítják. Mint az Armannál, ha beszéltek róla, akkor majd biztos szóba kerül, hogy az új lenyomatok miért látszódnak az Armann gyurma figurákon, holott most már 21. században nem kéne, de ők is elmondják, hogy azért látszódnak az új lenyomatok, mert hogy látszódjon a néző számára is, hogy ez egy ezt valós anyag. Igen, és az emberek új lenyomata konkrétan rajta legyen a bábokon. És egyébként ez már annyira
szóval már ezt is próbálják 3D-ben utánozni, láttam egy olyan animációs rövidfilmet, ami 3D volt, de azt imitálta, hogy ez egy báb, vagy ilyen gyurma film, és a 3D karaktereknek az arcán is ott voltak az új lenyomatok. Holott nem valódi Ejha. Volt. Ejha. Úgyhogy... Aha. Hát csak az nyilván gyorsabban és kevesebb pénzből készül, mint a valódi. Igen. Igen. Egyébként erről beszéltünk a Coraline-ban is, mert a báb animációban is jellemző, hogy így a varrásokat például tudod a ruhán meg, és még most már 3D vagy hogy mondjam, CG-vel már el lehet távolítani, és akkor egy kicsit még tüktigebben néznek ki ezek a dolgok, és például a egyes báb animációs film olyan szépek, hogy más hiszi az ember sokszor, hogy be van csapva a szeme, és ez igazából CGI, holott nem csak, hát így ki van szépen néha retusálva egy-egy dolog a képekről, és Henry Selick pont azt az álláspontot képvisel, igenis látszódnia kell ugyanezeknek a kis apró hibáknak, vagy hát illetve valós hibáknak a képen, úgyhogy ő is hívja annak, hogy látszódjanak ezek, akár az új lenyomatok, mert azért ott is előfordulhat ilyesmi, mikor nem is annyira, mint a gyurmánál, de ő is kifejezetten mondta ezt, hogy erre, ő egyre inkább ráfekteti a hangsúlyt, hogy látszódjanak. Ez most nem láttam a legújabb filmjét, ezt, amit szintén tavaly jött ki a Netflixen, de abban is azt hiszem, hogy külön hangsúlyozta ezt, hogy így cél volt, hogy látszódjanak az ilyen aprócska kis hibák pont ezért, hogy a varázsa megteremtődjön a kézművességnek. Igen, mert csodálatos, hogy tényleg már tökéletesre lehet csinálni filmeket, de hogy minek? Tehát miért? Igen, tökéletlenségben van benne valahogy az emberi oldala. Egyébként a 3D animációban nem jutottunk el annyira arra a korszakra, ahol ez már megjelenik, de azért megfigyelhető volt, mert több alkalommal beszéltünk a kezdetleges 3D animációs filmekről is már a podcastban, nem csak ebben az évadban, hogy az kezdetén nem igazán jöttek rá még a 3D animációs rajzfilmesek, hogy jó lenne úgy imitálni mondjuk egy valódi kamerának a mozgását, meg ilyesmi, úgyhogy így nem voltak túl szépen megcsinálva ilyen szempontból azok a filmek, és akkor egy ponton, amikor már elég tőke volt a filmek gyártására, akkor jött be az, hogy időnként elkezdtek alkalmazni valódi operatőröket, hogy a bevilágításában a jeleneteknek segítsenek, és akkor az a valódi operatőrök például többek közt Roger Deakins is dolgozott ilyenen sokszor, ők hozták be azt a koncepciót, hogy de mi lenne, hogyha akkor tényleg úgy dolgozzanak, úgy forgatnánk a filmeket, mintha a kameraman csinálná a képeket, és akkor most már szándékosan tesznek például a Toy Story 4-ben, meg ezekbe a modern, meg a Soulba, meg a modern filmekbe olyan hibákat, hogy megbillen egy picit a kamera, amikor valamire hirtelen kell svenkelni, tehát ilyen kézikamerás bénázások vannak benne szándékosan. Ja, mondjuk a Toy Story-ban mindig is jellemző volt ez, vagy... A koraiakban, az első kettőben nem igazán, ott azért nagyon furcsán mozog az a kamera, tehát nem úgy, mintha valaki... Igen, de ha megnézed a végén a bakikat... Hát a bakik, persze, igen, az igaz. Azok nagyon... Az de igaz. A Toy Story az csodás példa arra, hogy végigkövetni, hogy honnan kezdődött a 3D, és hova jutott, hogy a negyedik rész már kb. Fotorealisztikus környezetben játszódik. Igen. Meg a figurák is elképesztő, hogy mennyire megtartották a lényegüket, de hogy az anyagiságukat, tehát amiből a filmek készültek, azt mennyire ki tudják hangsúlyozni. Igen. Pont a Woody-nak a csaja, aki ugye egy... Igen, aki egy kerámia figura, és az első részben mindegyik tök ugyanúgy nézett ki, és itt meg nagyon szép, fényes felületű textúrát adtak neki a negyedikben. De azt hiszem arról nem volt szó a Klaus című filmről, azt nem vettétek. Nem. Na abban volt, az volt arról, vagy híres arról, hogy ez is hagyományos 2D-vel készült, viszont arra gondoltak az alkotók, hogy hát ha már rendelkezésünkre áll minden, akkor miért ne válogassunk, hogy mit használhatunk, és például a fényelést azt pont a CGI
jaloldották meg, tehát hogy az már nem kézi, nyilván, hanem azt már a technika adta lehetőségekkel. Aha. És tényleg nagyon gyönyörű, hogy nem kell választani, hogy most én akkor egy full CGI, vagy egy full kézirajz animációt csinálok, hanem lehet ezeket keverni is. És gyönyörű eredményt lehet kapni. Minden csak koncepció kérdése, meg pénz, gondolom. Igen, igen. Nagyon érdekes, tényleg. Jó. Még a filmnek a motivumairól, témáiról, esetleg a zenéiről lehetne beszélni pár gondolatot, hogyha gondoljátok. Uh-huh. Lassan... Én a zenét azért említeném meg, mert mindhárom filmben a Killa nevű ír együttes csinálta a soundtracket, és baromi jó zenék vannak a filmekben. Itt a tenger dalában még talán a legszebb, szerintem. De mindegy, vagy nem tudom, hogy a Kelsz titkában is-e, de a Wolf Walkersben van egy popszám, és a tengerdel a végén is, mintha lenne egy... Igen, nekem is rémlik. András, te mit akartál ezzel kapcs? Igazából, ja, gyakorlatilag ugyanezt, meg hogy az általad említett zenekar volt ugye az egyik név feltüntetve a tengerdalának a zeneszerzője, illetve ez a Bruno Culé, aki pedig egy francia zeneszerző, akivel pont most foglalkoztunk, és szerintem, most nem akarok hülyeséget mondani, hogy valamelyik filmnek a kapcsán említettük őt, és nekem tökre úgy rémlik, hogy a Coraline, de lehet, hogy teljesen... Nekem is, mindjárt meg is nézem. Teljesen hülyeséget mondok, csak tudom, hogy azt néztem valamikor a múltkor, hogy francia filmeknek a zenéjét szerezte, illetve a Cartoon Saloon filmeknek a zenéjét, de most pont, igen, a Coraline, pontosan a Coraline-nak a zenéjét is annak ő szerezte. Annak is gyönyörű zenéje van. És a Coraline meg a Kelsz titka, a Secret of Kelsz, ez ráadásul egy évbe készült, szóval akkor elég nagy éve volt. Tényleg. Nem tudom, hogy oszlott meg itt a filmzeneszerzés a Killa és a Bruno Culé között, de ugye mind a ketten fel vannak tüntetve, és akkor plusz ugye a Liza Hennigan az, aki pedig énekkel járul hozzá a zene szerzése, vagyis hát a soundtrackhez. Szerintem a Killa az a lyrics-es részeket szerezte, de nem esküszöm meg. Csak ők tudom, hogy énekelnek, tehát ott van. De igen, nekem is nagyon tetszett a filmnek a zenéje, úgyhogy ezt tök jó, hogy kiemeltük. Azt nem is tudom, hogy magyarban azzal kezdtek-e valamit, ha volt szinkron, akkor ott vajon. Fú, biztos nem. Remélem nem. Igen. Ja. Jó, még így tudom, már sokat beszéltünk a filmnek a különböző témáiról, például, hogy a testvéri irigykedés, meg ilyesmi. De nem tudom, ezzel kapcsolatban maradt-e bentek bármi, amit még érdemes megemlíteni. Hát ezt lehet, nem mondtam a Selkiknél, de hogy az íreknél hogy az elvesztéssel kapcsolatos nagyon sok ilyen Selki sztori, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor anyuka elvesztése, azt mondjuk nem tudjuk, hogy konkrétan mi történik, de nyilván az rányomja a bélyegét az egész sztorira. Igen, igen, igen. Meg hát ez az anyai túl gondoskodás, hogy az apa az magába roskod, és nem a gyerekeit elhanyagolja, tehát a kisfiúnak kell kb. Felnevelni a kislányt. Ja. Már nem annyira emlékszem erre a részére a filmre, de van az a szekció, amikor már a kislány nagyon-nagyon legyengül, és akkor végül a bátyja elkezdének énekelni azt az altató dalt, vagy hát írni egy dalt, amit az anyjától hallott, és akkor kap újra erőre, és fújja meg azt a kis kögyló furulját, akármit. Ugye? Uh-huh. Igen. Igen, igen. És ekkor ez a jelenete, azt hiszem, hogy annak a... Mi ez a lény? Annak a...
A bagolyboszi? A bagolyboszorkának a nem tudom miében, a lair-jében van, az a barlangjában, és igazából akkor ő megváltozik ennek a hatására. Igen, mert széttörik ugye az összes kis üvegcse, és akkor akiktől elvették az érzéseket, és kövé váltak, azok aztán újra visszaváltoznak. Igen. És ez is egy tök érdekes motívum szerintem, ez az érzéseknek a, igen, a kinyílása, a kinyilatkoztatása, hogy az hogyan szabadít téged fel, és hogy amikor magadba folytod az érzelmeidet, az pedig kővé változtat téged, mm-hmm, gyakorlatilag, és az apából tulajdonképpen ezt látjuk lezajlani. Igen. Igen, és ez nagyon látszik, amikor hazaérnek a gyerekek, és így gyakorlatilag így ül az ágyon, és tök olyan az érzetünk, hogy így ő valószínűleg így olyan, mintha ott ült volna abba az alatt, az idő alatt, amíg a gyerekek távol voltak, hogy egy ilyen, ha nem is fizikailag, de hogy egy ilyen lelki-érzelmi mozdulatlanságba merevedve tölti a napjait. Hát ezért... Igen. Ezért vannak ezek a megfeleltetések a mitológiai alakok, meg az emberek között. Kinézetben nagyon látványos. Igen. Igen, igen, igen. Meg amit nem említettünk meg, de azért csak egy fél mondat erejéig, hogy legyen kipipálva ez a checkbox is, hogy amúgy a városbali jelenetekben pedig éppen a Samhain, nem tudom azt, hogy kell mondani, Samhain, ez a tulajdonképpen a Halloween-nak a ünnepe zajlik, és ezért mindenki be van öltözve jelmezekbe, és itt is az ír folklórban is ez a hagyományos motivum ennek az ünnepnek, hogy ilyenkor egy a szellemek és a valóság azok így a határ ugye közöttük egy kicsit elmosódik, hogy mondjam, és a szellemeknek a megjelenése az ezért gyakoribb a film ideje alatt. És ez az egész halállal való viszonya a filmnek, meg így a túlvilággal való viszonya, az is egy tök érdekes motivum ennek a filmnek, és ettől nagyon komoly is, és érett is szerintem ez a film. Mm-hmm. Igen. Úgyhogy épp ezért nem tudom, hogy hány éves gyerek tudná érteni, élvezni a filmet. Ez nagyon nehéz kérdés szerintem is. Én úgy képzelem, hogy a látványvilág, a testvérpárnak a kapcsolata, a kutya, a szülőknek a szerepe, hogy ez úgy önmagába elvisz, és az, hogy most mondjuk pontosan az, hogy melyik ilyen tündérmitológiai karakter az mit képvisel, hogy azt átlátni, azt szerintem kevésbé lehet, viszont így az érzelmi része az szerintem nagyon szépen végigjárható, és így pont annyira drámai, vagy sötét, vagy pont annyira... De varázslatos minden. Igen, tehát hogy nem megterhelő semmiképpen, de igénybe vesz, és szerintem ez egy... A múlt héten, vagy két hete a Coraline adásnál is beszélgettünk erről, hogy az tök jó, hogyha egy film így igénybe vesz, és így megmozgat benned a legkülönbözőbb érzelmeket, és nem csak a, nem tudom, a lelkesedést, meg az örömöt, hanem akár félelmeket, vagy bánatot, vagy mást is így még zongorázik rajtad, viszont a vége az egy nagyon, nagyon kedves, nagyon pozitív ponton enged el, és ahogy a Zsófi is mondta, igen, hogy menet közben pedig még megvan ez a varázslat, ami meg abszolút meg nincsenek benne ilyen cukiskodások, meg ez a, ami az amerikai filmekre is azért jellemző, hogy akkor belerakunk néhány nagyon egyszerű poént, vagy játsszuk jellemet. Igen. Mert azt a Tom Moore is úgy tartja, hogy azért a gyerekek a legfontosabb közönség, és nekik kell a legmagasabb színvonalú filmeket készíteni, mert hát ők hozzák be a szülőket is, meg ők lesznek a jövő, tehát hogy akiket lehet formálni, és nem ilyen fingós viccekkel elvenni az idejüket. Van még egyéb, ami ilyen filmes motívum, sztori ellen, amit akartatok jelenezni? Ebben is vannak easter egg-ek, csak annyit tudok mondani. Ez jó. Hogy nézzétek meg mert csak a cast titkát kell hozzá megnézni, úgyhogy. Aha. Ilyen visszautalások, tök jó. Tök jó, oké. Még amit akartam itt gyorsan megemlíteni, szintén Tom Moore interjúból hallottam, hogy ugye mondtam az előbb, hogy
szuperhős képregényeken, meg hasonló amerikai popkultúrából származó dolgokon nőtt fel ő is, meg persze Star Wars-on, és akkor neki is feltűnt az, hogy ezekben mennyire sok a hasonló sztori jelen, és akkor hallotta a Joseph Campbell féle hűsmítoszt, és akkor rájött, hogy ezek hoppá az ír folklórban is benne vannak, és ez is egy fontos motívum volt számára, hogy ezt feldolgozza a filmen, tehát hogy rájött, hogy mennyire sok a közös elem ezek között, a sztorik között, az ír folklórban is. Ez is egy érdekesség, hogy ez is totál jól megfeleltethető a hős mítosznak, hiszen vannak itt ilyen varázslatos segítő figurák, meg hátráltató figurák, és így a két különböző világot kell bejárni a szereplőnek, szóval ez is így jól lehet rajta felfedezni a klasszikus hős mítosz elemeket. Ja, és a kisfiú aki a próbákat kiállja, és ő az, aki teljesen hétköznapi és a saját erejével írja, nem pedig varázstudókat. Igen, így van. És akkor egy pillanatra még tekintsünk rá a Cartoon Saloon jövőjére, hiszen most azért ez mégiscsak egy nagy korszak zárult le a Wolfwalkers-el. A Moonwalkert akartak. Most idén már jelent meg új produkciójuk, egy kis film. Még nem láttam, de a Disney Plus-on már nézhető elvileg a Star Wars Visions második évadja, amelyben ilyen mindenféle egyedi stílusú animációban dolgoznak fel, készítenek új Star Wars sztorikat, és nagyon dicsérik az idei felhozatalt, és közöttük az egyik a Cartoon Saloon műve. Oh. Én csak képeket láttam belőle, de az nagyon Cartoon Saloon-os volt, nagyon jól nézett ki. Jól sikerült házasítaniuk a Star Wars-nak a vizuális nyelvét, meg a Cartoon Saloon-nak a képműves. De az akkor olyan, mint a Love, Death and Robots, hogy mindegyik részt más, milyen stílusban, más így van. Alkotó. Így van. Na, akkor lehet, hogy még igen. Tetszni is fog egy Star Wars. Egy részt láttam ebből, az pont nem a Cartoon Saloon-nak az epizódja volt, de az tényleg kifejezetten izgalmas és kreatív animációval dolgozott. Ez a második évadnak az első része volt, amit én láttam, és a második évad második része, ha jól látom, az, ami Cartoon Saloon és a Paul Young rendezte, úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy milyen. És tényleg kicsit szerintem tök jó párhuzam a Love, Death, Robots. És bocsánat, most nézem, hogy a negyedik rész pedig Aardman lesz. Nice. Úgyhogy. Szerintem mire a hallgatók, ha szolgatják, lehet, hogy már az is kijön, nem tudom mikor, vagy milyen ütemben jönnek ki ezek. Közben most nézem, hogy május 4-én kijött az összes rész egyben, szóval mindegyik megnézhető. Okay. És ilyen 20-25 perc, azt hiszem egy epizód, úgyhogy érdemes. Na. Majd lehet, hogy ebből is kirakok néhány képet az Instagramunkra. Uh-huh. Ezen kívül filmeken is dolgoznak. Tom Moore-nak nem tudni, mi az új projektje, de a társai között azért most terben van, azt hiszem, egy Julian, vagy fogalmam sincs, hogy kell kimondani, mert ugye A betű van, az ékezetes betű van rajta, Julian című film, és ki nem fogjátok találni, de Shellőről szól. És ez az egy férfi Shellő lesz, vajon? Nem, azt hiszem, hogy nem, hanem Julian és a nem tudom mi a Shellő. Tehát nem tudom pontosan, ez egy könyvnek a feldolgozása, de mindjárt megkeresem, hogy ez mi ez a sztori. És hát ez amiről lehet tudni, meg még van egy cím a Wikipédián feltüntetve, ez is idénre van beírva, de erről nem tudok semmit. Ez is egy adaptáció, az a Puffin Rock című tévésorozatnak az adaptációja. Ez is ír történet, és ez meg a saját animációs sorozatuk, tehát ez annak egy filmverziója igazából, hogy ez nem egy teljesen eredeti valami. A Giuliano sztori, meg gyorsan megkeresem, hogy az micsoda. Az a Cartoon Brune, olvastam csak róla, hogy Louise Bagnall lesz a filmrendezője, aki már korábban dolgozott, azt hiszem, a stúdióval, nem vagyok benne biztos, és az a címe, de igazad van, Julian is a Mermaid, ez a könyv címe, Jessica Love regénye, és nem tudok róla ennél többet. Ez egy viszonylag rövid kis történetecske egyébként, úgyhogy biztos ki lesz bővítve majd a filmhez a sztori. De ez vagy nem tudom, hogy a könyvborító alapján nem úgy Shellő, vagy úgy, hanem csak eljátsza. Eljátsza? Nem tudom, majd kiderül. Aha. Meg egy ilyen, hát nem fekete kisfiú, de valami
hasonló. Aha, aha. Tényleg ez Coney Island Mermaid Parade. Ez egy ilyen esemény. Coney Islanden is ott játszódik, és akkor ez tényleg egy ilyen parádé ezek szerint, ahol beültöznek ezek szerint az emberek sellőnek, és tényleg vannak róla képek, ezért régóta megrendezett valami, akkor ez valóban csak egy ilyen sztori. Na mindegy. Ezeken dolgozik most a Cartoon Saloon. Nagyon fogok mostantól rájuk figyelni. Igen. És örülök, hogy már kétharmadát láttam ennek az ír trilógiának, meg még a Breadwinner-t is be kell pótolnom, úgyhogy van mit. Ja, annak már a izé volt a egyik koprodukcere, Angelina Jolie. Ó, igen. Tényleg, hát tényleg, ugye, mert tényleg. Ő annyira, a téma az eléggé vonza. Igen. Úgyhogy így igen, Amerikában tényleg. Ő segítette a forgalmazást. Jó. Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a filmet propagáltad, és, és hogy jelentkeztél az adásba vendégnek, mert veled szerveztük meg, vagy veled terveztük meg az évadot nagy részt, és már másodjára hallunk benned, benne téged, úgyhogy nagyon örülök, hogy visszatértél az animációs évadba, és erről beszéltünk veled. Én köszi, és várom az Armanosat, hogy arról miket beszéltek, igen. Nagy kedvencem. Hiszen még nagy hiányosságunk, majd az évad tematikai szempontjából a gyurma animáció, úgyhogy most már erre is sor fog kerülni, és két hét múlva zárjuk le az évadunkat május leges-leges legutolsó napján, a Sauna bárányjal. Így van. És szerintem akkor az adásnak a végén azt is el fogjuk majd árulni, hogy a nyári szünet után milyen tematikával térünk vissza szeptemberben, mert lesz egy nyári szünet, ami a nyári szünetben sem maradtok azért a hangunk nélkül, mert hogyha abban az esetben, hogyha a Patreonunkat támogatjátok, patreon.com/vakfoltpodcast, akkor ott azért a nyári hónapokban is fogunk jelentkezni adásokkal, lesznek azért olyan filmek, amikről mindenképpen kell majd beszélnünk, esetleg olyan sorozatok, amik véget fognak érni, és akkor nagyon ki kell beszélnünk, hogy mi minden történt ezekben a sorozatokban. Ez most csak egy ilyen abszolút elméleti fiktív gondolat, de lesznek különböző adásaink majd, amiben akár mindketten Péterrel, akár csak egyikünk, illetve a műsorvezető társaink, akikkel már megismerkedhettek itt az idei évben, ők is tiszteletüket fogják tenni, szóval patreon.com/vakfoltpodcast, hogyha szeretnétek egyrészt nyáron is hallgatni minket, másrészt pedig részt venni majd valamilyen módon az őszi új évadnak az összeállításában, de hogy mi lesz a tematika, azt már jövő héten, vagyis hát két hét múlva az utolsó animációs évados adásnak a végén el fogjuk árulni. Így igaz. Ezen kívül persze kövessétek a podcastot minden közösségi médiában, ahol jelen vagyunk. Facebookon, Twitteren, Instagramon egyaránt Vakfolt Podcast néven írjátok be a keresőbe, és kövessetek bennünket, mert mindenhol kicsit más tartalommal szoktam jelentkezni. Továbbá van a Facebook csoportunk, a Vakfolt Podcast társalgó. Ne felejtsétek el, hogy itt már nem csak a falatokon fognak megjelenni posztok, hanem vannak külön kis chat szobák is, amelyekbe szintén be tudtok csatlakozni. Van egy külön chat szoba a támogatóinknak, van egy, ahol a March Madness-ről beszélünk, akkor van, ahol a box office-ról, tehát a filmes bevételekről, úgyhogy a Vakfolt Podcast társaságot mindenképpen ajánlom azok számára, akik nem annyira követik magát a csoportot, és azok számára meg pláne, akik még be sem léptek, mert elég aktív az élet azért a csoportunkban. És akkor mondjuk el mi is, hogy bennünket hol lehet olvasni, követni az interneten. Zsófi, kezdte, kérlek. Hát Twitteren a nevem magánhangzók nélkül, tehát HRCZGZF, és hát Letterboxdra most egy ideje eléggé nem írok, szóval hát ott most nincs sok követnivaló. Nem tudom, mikor lesz. Na hát ez túl szomorú volt, de ez van. Hát igen, ebben vagyunk most sokan. Igen. Jó. És akkor Dot and Line, ugye? Igen. Ja, igen. Meg mindig kihagyom. Pedig már 8 éves. Igen. dotandline.blog.hu, de hát a Google-be, ha beütitek, akkor első helyen fog kijönni a Zsófinak az animációs témájú blogja.
András, téged lehet-e még érdemesen még valahol követni? Hát, hogy érdemes-e, erről eddig is voltak kétségeim, de hogy lehet, a leginkább a Twitteren a Gains alsóvonás felhasználó név alatt, illetve Letterboxdon, hát most már megint egy jó ideje, nem is néztem semmi filmet, csak amit a podcasthez kellett, szóval, hogy ott aztán tényleg igazából már csak úgy vagyok jelen, hogy olvasom a többieket, és lájkolom a bejegyzéseiket, és próbálok lépést tartani azzal, hogy egyetem milyen filmek vannak még, szóval ez se túl vidám, de hát ha változik majd valamilyen irányba. Nagyon jó. Péter? Én is Letterboxdon, meg Twitteren vagyok inaktív. Frivo néven kettő elvel, úgyhogy ezeket lehet követni. Blue Sky-on is fenn vagyok már Frivo néven. Ez micsoda? Az a Twitter klón, tulajdonképpen a Jack Dorsey kiszállt a Twitterből, és csinált egy újat. Ja, de hát most már az Elon Musk is kiszállt. Hogy mennyire szállt ki, azt majd meglátjuk. Szóval Blue Sky, ha valaki már meghívódott oda, akkor ott is követhet engem, még nem posztoltam semmit. Igen, mert nagyon kicsi még az erőforrás a szerverek mennyiségében, úgyhogy még nem lehet belépni, csak úgy. Majd lehet, hogy a jövőben már azt fogjuk mindig bemondani, hogy a Blue Sky-on hol vagyunk el, illetve nem tudom. De ez még olyan neve van, mint a Skynetnek, vagy nem tudom, nekem ez jut eszembe. Kíváncsi leszek, mi sül ki ebből. Jó, és akkor azt hiszem mindent elmondtunk, a Patreont is elmondtunk, ne felejtsétek el, hogy mozizunk 26-án. Igen. YouTube-on is, Spotify-on is, Apple-on is, Google-on is lehet követni a podcastot, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a legújabb adásokról. Most pláne érdemes, hiszen lehet, hogy itt a fő feedben pár hétig, hónapig rádiócsend lesz, szóval ha nem iratkoztok fel, akkor lemaradtok arról, mikor térünk vissza. És akkor ezzel búcsúzunk, két hét múlva zárul az animációs évadunk, és bejelentjük azt is, hogy mivel fogunk foglalkozni szeptembertől. Addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!